És akkor bemutatom a, a, vendégeket. Én egyébként Nagy Bartó vagyok a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnak a tagja. Kaló József, a Nemzeti Közszolgálati egyetemi, egyetemi docense, bizt, Biztonságszakértő, biztonság szakértő, illetve Csizma Gábor, az NK John Lukács intézetének tudományos munkatársa. Szervusztok! Um, Oda is adom nektek a mikrofont. Kezdjük utána azzal, hogy ő, milyen Keresztény irányzatok vannak jelenleg az Egyesült Államokban, és kik a, melyik keresztény irányzatok azok, akik nagy hatással lehetnek az elnökre, illetve az elnökök megválasztására. Igen, tehát ugye Evangéliumi Keresztények ezt a címet viseli a, a könyvünk, úgyhogy az Evangéliumi Kereszténységet lenne érdemes először megvilágítani hogy ez egy 80 millió, jelenleg 80 millió főt számláló vallási kisebbség vagy vallási csoport az Egyesült Államokon belül, és igazából több felekezet tartozik hozzá. Tehát, hogyha európai szemüvegen vagy magyar szemüvegen keresztül nézzük, akkor uh, érdekes felekezeteket vagy felekezeten kívülieket találunk, így akkor talán lehet hallani. Uh, igazából az evangéliumi uh, az nem egy felekezetet jelöl, hanem egy movementet, egy mozgalmat, ami felekezeteken átível, és tulajdonképpen négy nagy kritérium alapján szokták meghatározni. Ugye az uh, alap Alapvetően protestáns gyökerű, tehát maga az evangéliumiság az ugye a történelmi előzményeként a puritanizmusból és a pietizmusból két európai gyökerű vallási irányzatból nőtt ki és alakult ki, részben Nagy-Britanniában, részben pedig ugye az Egyesült Államokban az első nagy ébredés következtében. Tehát a 18. századtól beszélünk evangéliumiakról, és előző századokban meg mondjuk itt egy pre-evangéliumiakról. Ugye négy nagy ismérv alapján különböztetjük meg őket, az egyik az a krucicentrizmus, a keresztközpontúság, ugye, ami egy ilyen ős protestáns elv, ami azt mondja, hogy az ember, az Isten ember kapcsolat az Jézus Krisztus kereszt halála által tud megvalósulni, az ember a bűneiből csak Jézus Krisztus kereszt halála által tud megszabadulni, és a feltámadását is, és az örök életét, az üdvösségét is csak Jézus Krisztus golgotán kifizetett megváltó munkáján keresztül tudja elnyerni. A másik ilyen a biblicizmus, ami azt jelenti, hogy minden hit elv, minden teológiai elv alapvetően csak a Bibliából vezethető le, és ami nem vezethető le a Bibliából, az emberi hagyomány is elvetendő. Emlékezzünk, hogy a Calvin vagy a Luther követeléseire a 16. században, ez tulajdonképpen azóta létezik ez a kettő. A harmadik a konverzionizmus, vagy a megtérés, ami azt mondja, hogy ugye az ember, az Isten-ember kapcsolat helyreállása az egy döntő pillanathoz köthető, vagy egy döntéshez köthető, lehet az egy folyamat is egyébként, nem feltétlenül csak egy pillanat, ami azt jelenti, hogy az embernek megváltozik a szíve, és megváltozik az elméje, megváltozik a gondolkodása, átértékeli az életét, és ez teljes mértékben alárendeli az isteni akaratnak, illetve az isteni célnak. Most próbálok nagyon bonyolult dolgokat nagyon röviden megfogalmazni. És a harmadik pedig ebből következik, mindebből következik, ez az aktivizmus, hogy az ember, amikor ezt az isten-ember kapcsolatot megéli, akkor ez egy aktív életmódbeli változást jelent számára, és ez hatással van a mikro és a makrokörnyezetére, tehát hatással van a családjára, a munkahelyére, a társadalomra, a gazdaságra és minden egyébre. tehát Azonnal következik ebből, hogy az evangélium, ugye ami jó hírt jelent ez a szónak a gyökere, az igazából nem csak az emberre hat, hanem az itt a Földön lévő társadalomra. Ez azért is fontos gondolat, mert ugye majd fogunk beszélni a politikai kereszténységről, az pont ebből következik, hogy nem, egy, nem csak egy jövőben várt mennyországi pillanat, vagy egy üdvözülésről van szó, hanem már itt a Földön, ugye az evangéliumokban, a Új Szövetség első négy könyvében Jézus maga azt mondja, hogy elközelített a mennyek országa, hogy ennek bizonyos részei, vagy bizonyos igazságai már megvalósíthatók itt a földi környezetben, tehát ember most ez pont nem jó teológiailag, de mindegy hétköznapi megfogalmazásban, hogy emberibbé tehető, vagy igazságosabbá tehető uh, a földi környezet, hogyha az evangélium igazságokat uh érvényesítjük. Tehát nagyjából ezeket lehetne mondani, és ugye hagyományosan a protestáns gyülekezetekből nőtt ki gyorsan befejezve a kérdés, a adott válaszomat, és utána új, az evangéliumiságnak köszönhetően új felekezetek jelennek meg, tehát a 18. században a metodizmust kell megjegyezni, ami ugye egy több tízmilliós felekezet a angol száz világban, illetve hát az egész világon azt is gyorsan el kell mondanom, hogy az evangéliumiság, vagy az evangéliumi, mozgalom az nagy Britannia Születik, azonnal megjelenik szint az első években az Egyesült Államokban, de azonnal a 18. századi ö, körülményeket figyelembe véve azonnal globálisá válik. Tehát átlép felekezeteket, átlépje a nemi korlátokat, tehát ugye a feminizmusnak is keresztény gyökerei vannak, évszázadokkal megelőzve a szifrozset mozgalmat átlépi ugye a nyelvi, fai, kulturális kereteket, ezeket mondtam, de és akkor visszatérve ugye új felekezetek jelennek, meg ilyenek a, a metodisták, amikik annyira befolyásosak voltak, hogy a 19. században ugye a, a amerikai polgárháború utáni években Uly Ulysses Grant, ugye aki a Uh, unió csapatainak uh, volt egy meghatározó parancsnoka, illetve mondjuk így, hogy a polgárháború győztese, és aztán a polgárháború után amerikai elnöknek is megválasztották. Ő például úgy nyilatkozott, hogy három nagy politikai pártja van az Egyesült Államoknak, a Demokrata, a Republikánus Párt és a Metodista Egyház. Tehát így kell elképzelni ugye a, a közéleti befolyását. És aztán most nem fogom felsorolni az összes létrejövő gyülekezetet. Uh, uh, azt kell tudni, hogy új gyülekezeteket hozott létre, megtermékenyítette a már meglévő gyülekezeteket, ugye, amit itt mondjuk amerikai szemüvegen keresztül azért egészen másokat találunk, tehát a kávinista gyökerűekben nem a református egyházat fogunk találni, hanem, a presbiteriánus egyházat és egyebeket. Ugye a baptizmust kell megemlíteni, hogy szintén nagyon fontos befolyása van az amerikai közéletre. Jó, tudom, Kamala Harris is baptista. Igen, és ugye sok-sok elnököt adott már a baptizmus az Egyesült Államoknak. Ugye Jimmy Carterről fogunk beszélni, aki déli baptista, és nagyon meghatározó lesz az első elnök, aki ugye az evangéliumiságet nyíltan megvallotta. Igen, és akkor még egy dolgot kell mondani, ami ugye ez az evangéliumiság egy gyűjtő fogalom, de itt igazából a neoprotestantizmust, vagy az új kereszténységet is be kell hoznunk, amiben már benne vannak a 19. századi gyökerek, de az igazi 20. századi gyújtópont az a 1906-os Azusa street ébredés, ugye, ami Los Angeles egy ö, ö, negyedében, történt, ugye ez az, maga az ébredés szót is azt hiszem érdemes megemlíteni, ugye ez a awakening vagy revival, ami az amerikai történelemben szintén fontos, ugye három nagy évredésről beszélünk, kettőről a 18. században és egy harmadikról a 19. században, aminek szintén az előbb elmondottak okán óriási társadalmi, gazdasági, politikai és egyéb következményei voltak. Mit jelent ez? Ugye ez azt a folyamatot jelenti, amikor az emberek tömegesen fordulnak Isten felé, amikor tömegesen történnek a megtérések, tömegesen történik az, hogy az emberek alárendelik az életüket, a gondolkodásukat, az életvitelüket és egyebeket Isten akaratának és a keresztény nyelveknek, vagy mondjuk így, hogy meghidegült vagy ellanyhult keresztények szánják az életüket még egyszer, mert ugye ez is ott van az evangéliumi gond, gondolatban, hogy nem lehet lanyhamódon megélni a kereszténységet. Ugye ez az egyik magyarázat az aktivizmusnak, amiről beszéltem. Úgyhogy az, az USA Street ébredése visszatérve, akkor megjelenik a pünkösdi mozgalom, ami szintén létrehoz az új egyházakat, vagy új felekezeteket, de nem egy nagy pünkösdi egyház van, hanem egy pünkösdizmus, ami gyakorlatilag számos felekezetet, vagy felekezeten kívüli gyülekezeteket hoz létre, és aztán el kell jutnunk nagyjából a 60-as, 70-es évekig, az 1960-as, 70-es évekig, amikor pedig egy karizmatikus újjáéledés van, amikor a pünkösdizmus által hirdetett elvek, ami ugye tudjuk a mondjuk így, hogy hagyományos európai szemüvegen keresztül a legfurcsább lehet, mert ugye a nyelveken szólás, a profétálás, a hídgyógyítás ajándékai, a dinamikus istendicsőítés, táncolás a templomban, elektronikus zene használata, stb. stb. többi, Tehát ugye ez a Magyarországon, aki még mondjuk a fejkendős nénikhez szokott, hogy ők mennek húsvétkor templomban, azért számukra ez igencsak megdöbbentő lett, Amerikában teljesen elfogadott. Szóval, hogy a karizmatikus megújulás után hatott a történelmi felekezetekre visszamenőleg is, és még egy dolog, hogy befejezem ezt a nagy évet, de majd szerintem a katolikusokról Gábor fog beszélni, hogy igazából most a 21. század harmadik évtizedében azt mondhatjuk az evangéliumi mozgalomról, hogy ezeket a, ezt a nagy vízválasztót, ami az ős protestantizmustól egészen a 20. század végéig lehetett érzékelni, lásd Kennedy elnöksége még az például egy ilyen nagy áttörés volt ezen a vonalon, tehát ami a protestánsokat a katolikusoktól elválasztotta, az most már egyre kevésbé érződik, tehát az evangéliumi elvek men ezek az elválasztó vonalak eltűnnek, és hogyha megnézünk mondjuk egy ráadásul egy karizmatikus katolikus evangéliumi közösséget, akkor annak a honlap, rá lehet keresni, Amerikában ezeket meg lehet találni a honlapjukon keresztül, akkor szinte alig, talál, alig különböznek a hitelveik, mondjuk egy protestáns gyülekezetétől vagy felekezetétől, úgyhogy ez egy ilyen nagy ív, ami, ami, amin keresztül kell tekintenünk arra, hogy kik is az evangéliumi keresztények, de még egyszer hangsúlyozom, a 21. században már egy globális mozgalomról beszélünk, tehát Amerika mint az első számú nagyhatalom, ami katonailag, gazdaságilag, politikailag meghatározó, ez adja a súlyát, de valójában a demográfiai súlya és az új kereszténység jövője az már Afrikában, illetve Ázsiában található. Tehát a nyugati világban mondjuk így, hogy az elmúlt évtizedek trendjei alapján visszaszorulóban van, és ez a dinamizmus a globális délre helyeződő. Tehát ezt is látni kell. Köszönöm. Gábor, kérlek most te a katolikusokról fejtsd ki a álláspontra, illetve az, hogy hogy kerültek a katolikusok az Egyesült Államokba, hiszen ugye azért az alapítóatják is leginkább protestánsok voltak. Ilyen között, hogy mindenkit nagy szeretettel, az hogy protestánsok voltak, de az alapítóatják egy jelentős része szabad köműves volt, ami érdekes kapcsolatot ápról a katolikus egyház irányába, a, katolikusok tulajdonképpen, a római katolikusok tulajdonképpen már az első között ott voltak az Egyesült Államokban, és gyakorlatilag a mai Florida területén vannak az első, az első gyakorlatilag modern telepeknek a Szent Augustin, meg Szent Ágoston. Szent Augustin az első település, amit általában az Egyesült Államokra már az alapítás előtt egyezni szokás. Mert hát ott van a másik kiemelt példa, hogyha éjszakabra megyünk, ugye Maryland állam ugye ez sem véletlenül, hogy a Szűz Máriáról kapja a nevét, tehát alapvetően a katolikusok már a kezdetek óta ott vannak, tehát az, hogy az Egyesült Észak-Amerikában, vagy az új világban vallásszabadság címszó alatt mentek ugye a puritánok, meg a különböző, most nagyon Csúnyán fogalmazok, neoprotestáns irányzatok, idézőjelben mondom ezt, mert ugye ez összeszedett ebben, ahogyan az ahogy imént elhangzott. Szóval, hogy ez nem csak rájuk vonalkozott, hanem katolikusok is mentek oda egyébként. Ugye nyilván közülük ki, ke, ki lehet emelni konkrétan az írkatolikusokat, ahol azért a katolikus identitás az azért szorosan összefüggött a nemzeti identitással is. Ez aztán fenn is maradt ugye, az amerikai nemzeti identitáson belül is, mind a mai napig ugye ez érződik, ezt nem is kell magyarázni. Üh, viszont üh, ugye valóban, mivel idézetben protestáns alapítása az ország, meg a szabad alapították, ezért tulajdonképpen felmerül a kérdés, hogy akkor a katolikus egyháznak ott milyen mozgástere volt. Ugye kicsit, ha nem vagyunk, ha a politikai korrektséget félretesszük, akkor tulajdonképpen azért ki kell mondani, hogy az, hogy minden ember egyenlő, ugye ezek az alapvető igazságok, ami a függetlenségi nyilakozatban vannak, hogy nyilván 21. századi szemmel nézve azért elég sok hát, hiányosságot tudott felmutatni. Gondolunk itt elsősorban ugye az afroamerikaiakra vagy a feketékre, akik esetében ugye többen rabszolgák voltak már akkor is, már az alapító atyák körében voltak rabszolgatartók, de ugye kevésbé be szoktunk beszélni, hogy az például a katolikusok. Tehát a romai katolikusok nem arról van szó, hogy teljesen diszkriminálva voltak, de az a tény, hogy a Kennedy elnökséggel szokás egy ilyen nagy mérföldkövet kijelölni, hogy na, a Kennedy elnökség volt a szövetségi politikában, vagy szövetségi szintű politizálásban a katolikusok úgymond részt vesznek szervező erőként, hát azért sokat elmond hogy 1960-ig eddig várni kellett. Egyébként, ha valaki megnézi az akkori kampányokat, akkor volt is olyan megosztó volt, tehát nem minden katolikus kampányolt Kennedy mellett, tehát voltak olyan püspökök, akik kifejezetten Kennedy ellen kampányoltak, mert hogy Kennedy az általában nem azt a világszemléletet, most a magánéletét, nem azt a világszemléletet képviseli, ami, ami úgymond a katolikus értékrendel összhangban van, ellentétben mondjuk a a Kréker, ugye Richard Nixonnal. Szóval alapvetően nem lehet egy monolit tömként beszélni róluk, de a lényeg, hogy maga is az a tény is beszél, hogy 1960-ban rúgtak érdemben labdába. Ez nagyjából akkor véget is ért egyébként, ha engem kérdeznek, mert hogy ugye akkor jelent meg pont a az őt ért, úgymond, gyanúsítgatásokra válaszoló, ugye, a Nixon kampányban megjelent ez a gondolat, milyen visszatérek majd az összképhez, csak a Nixon kampányban megjelent egy ilyen gondolat, hogy na tulajdonképpen, ha Kennedy-t választják meg, akkor tulajdonképpen most akkor, tehát ő, ő kinek fogad szót, sarkítok, Tehát a választópolgároknak, kongresszusi felhatalmazásnak, vagy Róma püspökének? ugye a római pápának, és ugye erre ennek a, ki, ö, ennek a fegyvernek itt a kiütését próbáltam meg Kennedy azzal, hogy a vallás magánügy. És én hiszem, beszélgettem, csak egy kis színes beszélgettem egyik ö, Knights of Columbus, egy katolikus önkéntes szervezetnek a munkatársával erről még néhány évvel ezelőtt kint Washingtonban, hogy hát az is milyen nagy mérföldkő volt, hogy a vallás magánügy, és hogy milyen bölcsen, úgymond hátralik, megóvta a polit, átpolitizáltságtól a katolikus egyházat, ugye a Kennedy, milyen jó lépést tett, és akkor erre azt mondta az ismerős, hogy ez a legrosszabb lépés, amit tehetett, mert hogy ezzel tulajdonképpen kiütötte a katolikus egyház, az amerikai katolikus egyház kezéből azt, hogy gyakorlatilag beleálljon ez ebbe a politikai diskurzusokban, ellentébb nem úgy, mint mondjuk a különböző evangelikál felekezetek vagy egyházaknak a vezetői. Szóval csak azért mondom, hogy itt alapvetően csak el akartam utalni, hogy ez az, hogy az a tény, hogy 1960-ig várni kellett egy katolikus elnökre, azért beszédes. Visszatérve az alapító atyákra. Így van, a második a katolikus elnökünk meg ugye most van hivatalban. A katolikus alelnökünk volt, ugye konkrétan egy érdekesség, ugye 2012-es, jól emlékszem, 10, igen, 12-es elnök választás volt az, ahol a, az alelnök esetében várható volt, hogy hát előbb utóbb majd akkor katolikus lesz, így is, úgyis akár ki is nyer, zárójel bezár. Visszatérve az alapító atyákra, amikor Akkor az... Biden volt, nem? Ú, így van, tehát Biden volt ugye a, a, a Obama -nak az alelnök jelöltje, és a, a Mitt Romney-nak volt az alelnök jelöltje, hogy akkor is képviselőházi hát házelnök aki egyébként szintén római katolikus volt. Zárójelbe zár. Te visszatérve az alapító atyákra, amikor a katolikusok, az a hogy értek katolikusok Észak-Amerikában, de próbált, megpróbálták megalapítani ott is ugye az egyházat, és ugye próbáltak hozzá ugye engedélyt kérni, amikor már megalakult az új szekuláris állam, tehát az Amerika Egyesült Államok, ugye 1770 ban a függetlenségét, 80-as évek közepe óta lényegében a britek elengedték öt, és akkor 1787-ben megvan a mai ismert alkotmány akkor konkrétan a katolikusoknak a, a püspöke e, írt, mert az észak-amerikai katolikusoknak a püspöke írt egy levelet George Washington elnöknek, hogy hát e, akkor szeretné akkor engedélyt kérni arra, hogy megalapítsa az egyházat, és akkor konkrétan e, Washington visszaírt a püspöknek egy eufémisztikus levelet, hogy e, Uh, most nem tudom pontosan idézni, de nagyjából az a lényege a fő mondatának, hogy hát a, ennek a kormányzatnak, majd a szövetségi kormányzatnak nem felelőssége, meg nem tisztje, nem dolga, beleszólni abba, hogy milyen egyházak és milyen felekezetek alakulnak. Amit ugye az amerikai alkotmány első kiegészítésének a megerősítéséről beszélünk, tehát nem hozunk létre államegyházat, nem is tiltjuk meg, hogy mások bármilyen egyházat indítsanak. Teljes vallásszabadság van ilyen szempontból, ugye, úgyhogy ez a katolikus egyháznak nyilván adott egy szabad mozgásteret. teret. Egyébként azért is érdemes a romai katolikusokat külön kiemelni, mert egyébként egybefüggő tömként ők vannak a legtöbben. Tehát az amerikai lakosság közel egy harmada, annyi nem, majdnem egy harmada lényegében a római katolikus. Aztán persze ezt le lehet bontani arra, hogy tehát a lelkebe nézni, hogy akkor mennyire gyakorló római katolikusról van egyébként szó, de papíron, ha úgy tetszik, a legnagyobb egyházi közösség, az Amerikai Egyesült Államokban, az szintén a római katolikusoknak a közössége, mert ugye az egy intézményileg szervezett egyház. Ellentétben ugye az evangelikál keresztényekkel, akik hát világozék ezer világelv alapján, ugye különböző felekezeteket hoznak létre, teljesen normális, hogy valaki ugye egy felekezetben szocializálódik felnő, és akkor te indít egy teljesen másik felekezetet, amely dogmatikailag nagyon sok mindent oszt az előzővel, de mégiscsak külön szervezi meg saját magát. Ugye a romai katolikus egyházban ilyen probléma nincs. Sem Amerikában, sem máshol. Ott is van a persze belső teológiai viták, de nyissuk meg. Tehát igazából Amerikában egy nagy csoportról beszélünk, akik hát főleg nagy politikában mondom, ezek egészen a 20. század közepéig érdemben nem vettek részt. Azóta ö, lehet látni egyébként olyan politikai kampányhirdetéseket, amelyekben ugye elmondják azt, hogy haladtassék meg a katolikusoknak is a hangja a választáson. Tehát lá, én magam is láttam ilyen reklámokat, amelyek kifejezetten a római katolikus szavazókat célozzák meg, de generikus reklámokról beszélünk. Tehát nem mondják meg, hogy még azt sem mondják meg, hogy mondjuk a, Hagyományos családi értékek mentén kell szavazni, hanem hogy a katolikus értékek mentén szavaz. Pont, és akkor ez a reklám, kb. legalábbis ami legutóbbi ilyen reklámot láttam, az erről szólt. Alapvetően egyébként megosztó, hogy vagy megosztott maga a katolikus végezet, mert most egy monolitként javakkoztam rá, mint egy nagy töm, de azért politikai szempontból ez nem igaz. Tehát itt egyrészt a nemzeti identitással is szoros összeköttetésben vannak így a különböző identitások, gondolok itt az ír meg olasz katolikusokra, lengyelek, így van, lengyel írt ez a kettő a legerősebb, és akkor a harmadik legerősebb is lélekszámban egyébként egyre növekvő, aztán nem mondok vele újat, ugye a spanyolajkú, vagy latinos, ugye, római katolikusok, akiknek a fontos számú ugye ismeretlen, mert ugye ők képezik a legnagyobb bevándorló csoportot az Egyesült Államokban, illegális bevándorlókat is, tehát nyilván több milliós nagyságról lehet tenni az ő közösségüket, és ugye itt is politikailag ugye nehéz őket megszólítani. Én magam is egyébként olvastam olyan katolikus kiadványt, amikor kint voltam még hat évvel ezelőtt egyszer az Egyesült Államokban, 2018-ban vagyunk, a csak egy kis színes, és akkor ezzel vezem. tetőfokára hágott ugye a ö, bevándorlás politikai vita az Egyesült Államokban. Donald Trump népszerűsége 39% alá csökkent, nagyon ritkán ment le ennyire. Tehát általában ilyen 41% körül megvolt részben az evangelikál szavazóknak köszönhetően egyébként, vagy evangeliumi keresztény szavazóknak köszönhetően, de akkor lement 38 százalék környékére. Ha visszaemlékeznek, akkor volt azt hiszem a Time magazinnak az az ominózus borítós vagy a borítója, ahol a Donald Trump, montázs, tehát nem megtörtént fénykép, hogy Donald Trump áll szembe egy síró kislányjal, ami ugye egy megtörtént esetet szimbolizál, már itt nem a a konfrontáció vagy a szembenézés, hanem az, hogy az egyik kislánytól, ugye kislányt külön elválasztották ugye a szüleitől, és ugye ezt lehozta a Time, meg a CNN, meg a különböző orgánumok. A lényeg, hogy ugye a bevándorlók egy jelentős része római katolikus volt, és gyakorló római katolikus egyébként, ez majd később majd visszajön problémaként a mondjuk a demokratapár számára, hogy ezek olyan emberek, akik potenciális demokrata szavazók, de úgy gondolják, hogy az apa férfi, az anya nő, az abortusz gyilkosság, vasárnap pedig templomban megyünk. Tehát alapvetően ez, ez tudni kell róluk, nyilván nagy általánosítással, de a lényeg, hogy olvasom az egyik katolikus kiadványt templomban, és akkor ott konkrétan volt is egy ilyen hirdetés, hogy teljesen együttérzünk azokkal, akik eljönnek, és hogy velük vagyunk, és hogy tulajdonképpen a szimpátiánkat, meg az együttérzésünkkel próbáljuk meg ugye, kimutatni feléjük. Mindezt egy olyan kormányzat idején, szövetségi kormányzat idején, a Trump elnökség idején, aki meg nyíltan ugye kritikusabb mondjuk az abortusz szabályozással szemben már, mint a liberalizációval szemben. Szóval azért mondom, hogy itt a ö, politikai értelemben nem lehet őket egy aktív tömként jellemezni, és ö, még csak azt sem lehet mondani, hogy kifejezetten beugranak ö, a... A narratív alkotásban a római katolikusok már 1960-as évek óta igazság szerint ők háttérbe vonultak. Ezért fontos egyébként az említett különböző ébredési hullámok az evangéliumi keresztények körében, mert ők voltak azok, akik, hogy ők azok, mind a mai napig, akik viszik a stafétabot így előre. A katolikusok meg adott esetben hát felülnek ezekre a ezekre a vonatokra, ha úgy tetszik, és egyesítik az erőiket ezekkel a csoportokkal. Ebben még belemeltünk később, de hogy alapvetően nem, nem feltétlenül egy evangéliumi keresztény mozgalomról beszélünk, ez, egy, ez tulajdonképpen egy ökumenikus kezdeményezés, ami visszamegy alsó hangon 1960-as, 70-es évekre, de azért már külön témája, vagy külön témához tartozik. A lényeg, hogy a római katolikusok, noha ők szám akár többen is lehetnek, mint bármelyik evangéliumi egyház, vagy evangelikál egyház, összességében nem minősülnek annyira szervezetnek, mint, a, mint az evangéliumi felekezetek. És egyébként a, a, különböző közösségek is, már mint a katolikus egyházon belül is megosztottak. Tehát általában a felső vezetés, ők inkább konzervatívabbak, a, a, alsóbb szinteken pedig ugye egészen a hívekig lemenően, ugye gyakorlatilag ott azért már különböző liberálisabb irányzatok is megjelennek, csak nehéz kimutatni, mert általában ez nem szokott bejutni a templomokba. Tehát, hogyha, és ez a tényleg a záró mondat, ha elmennek az Egyesült Államokban, vagy Washington DC, bárhova, a világ legtermészetesebb dolga, hogy valamelyik kisebb evangéliumi felekezet kiteszi a szivárvány mondjuk a, a templom bejárata elé, és nem csak az elfogadás jeleként, hanem konkrétan különböző mondjuk vók vagy bármilyen üzeneteket kiírnak. A római katolikus templomban ez elképzelhetetlen, mind a mai napig, hogy ez, hogy ez megtörténjen. És más evangéliumi felekezeteknél is, csak azért mondom, hogy alapvetően biztosan vannak liberális vagy progresszívebb erők is a katolikus egyház berkein belül, de alapvetően ők rejtőzködnek. Józsi szeretném még egy mondatot hozzáfűzni. reagálnék, ez egy érdekes ellentétpár volt, de itt azért a nagyváros vidék ellentétpárt is behoznám, tehát azért ezt inkább a nagyvárosban tudom elképzelni, azért a vidéki evangéliumi, mondjuk a Bible belt kitűzni a szivárványhoz zászlót, mondjuk nem tudom, Alabamába, azért azt megnézem, hogy vagy Texasba, vagy Texas hogy meddig lebegne ott, tehát hogy ez is, ez is, ezt is azért érdemes hozzávenni, és mondjuk ebből, igen? Ezeket San Francisco-ba menni, és akkor ott minden gond nélkül ezt lehet látni. Igen. Tehát, hogy a nagyvárosok azok teljesen más milliót képviselnek ebből a szempontból is, ezt azért érdemes szem előtt tartani, és egyébként ebből a szempontból szerintem a katolikus lakosság jó rész az inkább a nagyvárosokba koncentrálódik klasszikusan. Klasszikusan egyébként igen, pont az említett ugye, etnikai csoportok miatt, tehát az ír katolikus bevándorlók, lengyel katolikusok, uh, egyébként valamennyire még a kelet-közép-európaiak is beértve a magyarokat is, ugye alapvetően a rosdővezett környékére telepettek le. Ugye a bosztoni ír -katolikusokat szokás még kifejezetten kiemelni, ez a popkultúrában mind mai napig benne van. Tehát általában ők azok, akik a 20. század első felében a, a gyáripari munkások egy jelentős részét ők adták a nagyvárosokban érdekes. Tehát hogy ezért is alapvetően ők hagyományosan demokrata szavazók voltak, hozzáteszem. Ugye ez azóta sokat változott pont a kultúrharc miatt. De ez alapján, hogy hol laknak, meg milyen szakpolitikai kérdések, társadalmi igazságosságnak a kifejezetten mondjuk a megélhetési kérdései érdekelték őket, ez alapján sokáig ők demokrata szavazók voltak. Most azért már sokkal árnyaltabbak a kép, még a nagyvárosokban is. Akkor térjünk át a mai választ, holnapi választásokra, vagy a modern választásokra. Ugye, hogyha megnézzük a jelölteket, Donald Trump egy protestáns figura, presbiteriánus talán, legalábbis azt hangoztatja, az ő alelnök jelöltje, Judy Vance, római katolikus, ugye a Kamala Harris baptista, tehát protestáns, Tim Walsh pedig szintén protestáns, luteránus azon belül. Hova szavaznak a Holnap, hova fognak szavazni a keresztények? Hova fognak szavazni a protestánsok? Hova a katolikusok? Hát ezt, ez egy jó kérdés, mert nagyon nagy átalakulás van, megy keresztül. Tehát igazából szerintem majd pont ez lesz most egy nagyon erős lakmuspapír abban a tekintetben, hogy az elmúlt mondjuk 40 év, kereszténység az milyen mértékben alakult, tehát és mondjuk ezen belül is az elmúlt négy-nyolc évnek a kereszténysége. Oda mennék vissza megint egy ilyen történelmi felvezetőként, hogy ugye a politikai kereszténységnek az, tehát azon túlmenően, amiket a Gábor is, meg én is az előbb elmondtunk, hogy az amerikai közéletre és az, és az, életnek minden területére a kereszténység, illetve a vallásgyakorlás általában Amerikában mennyire erős, tehát valóban igen, egy szekuláris államról beszéltünk, ugye a 1991 es alkotmány kiegészítés az, ami ezt határozottan ki is mondta, de valahogy az a szekularizmus, amit megszokhatunk Magyarországon vagy Európában, az teljesen másképp valósult meg, tehát sokkal szervesebb és nem annyira ellenséges módon történt, hogy így mondjam, most mondjuk gondoljunk a nagy francia forradalom alatt történtekre, csak egy ilyen szélsőséges ellentétpárként. Tehát az a lényeg, hogy a politikára mindig is hatással volt, de a mai keresztény, ö, ö, politikai keresztényekről, vagy a keresztény jobboldalról, hogyha beszélünk, vagy az aktív keresztényekről, akkor egészen a 60-as, 70-es évekig kell visszamenni a megalakulásukig, és akik ma evangéliumi keresztényeként ugye a döntő többséget alkotják, azok a jobboldalra, és azon belül is, hogy a republikánus pártra szavazó, szavazó tömb, vagy szavazó blokk, akik ugye a Jimmy Carter elnökségét említettük, tehát ugye a 76-os kampányban már föltűnik a evangéliumiság, de aztán az ő elnöksége alatt igazából pont azokra a társadalmi problémákra, amikre az evangéliumi keresztények választ vártak volna, Jimmy Carter elnöksége nem hozott semmilyen megoldást, vagy hát csak részben, igen, nagyon gyengén, és aztán ugye 1980-ban kezdik el megszervezni az Evangéliumi keresztényeket szavazó blokká is. Ez már ugye a Ronald Reagan kampányának a része. Tehát Onnantól indult el egy folyamat, ami egészen a 2010-20-as évekig tart, ami gyakorlatilag le is altolta az evangéliumi keresztényeket a Republikánus párt számára. És Ez a fogalom olyan mértékben összemosódott, hogy igazából Ma Amerikában evangéliuminak lenni, az nem is feltétlenül azt jelenti, hogy valaki újjászületett keresztény, vagy a vallását gyakorolja heti rendszerességgel templombájáról, stb. ami Gábor is utalt az előbb, hanem igazából azt jelenti, hogy jobboldali, nagyon határozott sarkos, konzervatív értékrendje van, ami a a repeket illeti, a család felépítését illeti, a abortuszhoz való viszont illeti Izrael államhoz való, tehát az amerikai külpolitika Izrael állam vonatkozásában, és sorolhatnék még néhány ilyen ö, sarkos ö, megfogalmazást, az összemosódott, és ugye az evangéliumiság az egyet jelent republikánusnak lenni, vagy jobboldalinak lenni, ami egyébként a kritikusok szerint ennek a fogalomnak, az eredeti tiszta fogalomnak a devalválódását is jelentette. Magyarul eladta magát az evangéliumiság a politikai érdekérvényesítés terepén, most lehetne ilyen élesen így fogalmazni. Lét ez egyébként hagyományosan evangéliumi baloldal, evangelical left, ez a 60-as években volt nagyon hangsúlyos, amikor ugye rengeteg társadalmi folyamat elindult eh, Amerikában is, és egyébként eh, Nyugat-Európában, tehát ugyanazokon, ugyanazon ideológiai eh, emlők eh, eh, táplálták részben, bár mondjuk azért Amerikában ott volt a vietnámi háború, és egy csomó olyan eh, dolog, ami azért Nyugat-Európától eh, markánsan megkülönböztette, de ez az Evangelical Left igazából már a nagyon marká, marginális csoportás zsugorodott, tehát a 2010-es évekre egyértelműen. Most lehetett ilyen elemzéseket olvasni, csak aztán azért mondom, hogy igazából mindig a utólag fogunk tudni objektív képet alkotni, mert azért tudjuk, hogy ezek az elemzések egy része, mondjuk egy a sugalmazott elemzés. Tehát, hogy azért mondjuk az, hogy veszíteni fogunk, azt senki nem fogja egy elemzésben kihangsúlyozni. De olvastam ilyet, és nyilván riportokat is a baloldali, tehát a, a evangéliumi baloldal képviselőivel, akik azt mondják, hogy azzal, ezzel a devolválódással, amire utaltam, és hogy maga Trump is egyébként, hogyha keresztény érték alapon nézzük, akkor azért az ő személye mondjuk úgy, hogy mérsékelten vállalható, vagy egyáltalán nem, most mindenki a saját vérmérsékletére bíznám, ugye gondoljunk a prostituáltaknak fizetett hallgatási pénzekre, az elég vitriolos kampányaira, és a többi, és a többi, most ebbe a gazdasági stiklieire is sorolhatnánk. Erről is beszélhetünk egyébként, majd később ez is érdekes lehet, hogy ezt hogyan hidalják át, tehát hogy ugye erre külön teológiai válaszok vannak, hogy miért lehet ő mégis az evangéliumiak szemében Isten ember, akit Isten kiválasztott arra, hogy elnök legyen, egyszer is, meg most is, tehát ugye annó is, meg most is. Na de visszatérve a kérdése, tehát hogy, hogy most talán ebből a kiábrándultságból az evangéliumi baloldal nyerhet, tehát, tehát mondjuk így, hogy majd meglátjuk a szavazatokon maradjunk ennyiben, tehát hogy mennyire fog megerősödni. Én azt mondom, hogy ha erősödik, még akkor is a jobb oldal lesz továbbra is a meghatározó. Tehát ha elmennek az evangéliumiak szavazni, akkor valószínűleg a republikánus pártra fognak szavazni, de a felmérések ebben a tekintetben is óriási apátiát mutatnak. Tehát amit most leginkább lehetett olvasni a sajtóban, az az Arizóniai Keresztény Egyetemnek az október 7-én közzétett felmérése, amit igazából július végén, augusztus folyamán készítettek el. Ez pedig azt mondta, hogy ugye a magát nagyjából 210 millió hívő Meghatározó amerikai közül, akik közül ugye most itt minden felekezetről és minden vallás követőiről beszélünk, azért tudjuk, hogy a katolikusokon és a protestánsokon kívül azért még néhány vallás, és tipikusan amerikai eh, ihletésű is eh, megtalálható. Mormonok. Például, de egyébként a muszlimok is növekvőben vannak, bár még egyébként mindig nagyon marginálisan, tehát most ugye a 4,5 millió muszlimról beszélünk, de 7 év alatt 1 millióval nőtt a számuk, tehát azért ott is a. Potenciális fejlődés. 1,2-1,3 százalék. Igen. Má nem, az 30 százalék. Nem úgy értem, hanem hogy az a 4 millió. Ja, a népességnek annyi, így van. Tehát, hogy attól nem kell egyelőre félni, hogy muszlimizálódni fog az Egyesült Államok. Tehát ez, ez kétségtelen, de mutatja, hogy ugye a kisebbségek Beáramlás az mennyire ö, 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 nagy változásokat jelent, tehát hogy több évtizedes távlatban akár jelenthet ö, nagyobb mértékű változást is. Na de visszatérve ugye az alapkérdéshez, tehát hogy kikre fognak. Ja igen, tehát ott tartottam, hogy apátia, és a 210 millió magát hívőként meghatározó amerikaiból nagyjából egy olyan 104 millió ekkor ebben a felmérésben még azt mondta, hogy nem fog elmenni szavazni. Ebből ugye ez 42 millió keresztényt, magát keresztényként meghatározót, és, vagy 45 milliót, és 32 millió evangéliumi keresztényt jelent, amit ugye, hogy a 80 milliós evangéliumi kereszténységnek ugye egy ekkora százaléka, hogyha távol marad az urnáktól, az vagy direkt, vagy indirekt formában, de mindenképpen kihatása lesz az amerikai választásra. Ha elmennek, és 80-as évek óta megszokott szavazóblokként a jobboldalra és a republikánusokra szavaznak, akkor ugye simán lehetnek mondjuk így, hogy csatadöntő tényező, ugye csatatérállamoknak szoktuk hívni azokat az államokat, ahol ugye nem egyértelmű még az, hogy az elektorok pontosan kire fognak szavazni, csak ugye valószínűsíthető, és ez, ez lehetséges, hogy Kamala Harris sikeresen mozgósította Trumpnak ezeket a szavazókat, hiszen volt ilyen elszólása, hogy egy egyetemen tartott talán éppen beszédet, és oda ment két-három fiatal, és azt mondták, hogy Jézus Krisztus az egyetlen uralkodó, és akkor azt mondta Kamala hogy ez nem, a nem, nem nektek való ez a rendezvény, ez lehet, hogy sikeresen mozgósított a Trumpnak a Egyébként, Egyébként, ha jól emlékszem, hogy Javicski Gábor, mint a katolikus srácok lettek volna, ugye? Igen, de, de egyébként valószínűleg az evangéliumi keresztények is ugyanígy egyetértettek ez, hogy Jézus a király, vagy valami ilyesmit kiáltotta be, már nem emlékszem pontosan, mi volt a, a bekiabálás. Na szóval a lényeg az, hogyha nem mennek el szavazni, ha, tehát hogyha elmennek szavazni, akkor is nagyon nagy súlyuk lehet, hiszen a legutóbbi választás 9 csatatér vagy összesen 587 ezer szavazaton múlt, és néhány csatatér csak néhány tízezer szavazaton múlt az, hogy kinek az, vagy melyik oldal a hogy ugye húzzák be majd a választást. Tehát ebből a szempontból egyébként óriási mozgósító kampányt kezdtek, mert ugye az apátiában most akkor akár a republikánusok a hagyományos szavazóikat mozgósítani tudják, akár a demokraták el tudják marni ezeket a szavazókat. Egyébként érdekes módon még ezt a nagyon kevés, tényleg 1, valahány tized százalékot képviselő muszlimok között is óriási kampány indult el, hiszen ők is ugye olyan államokban élnek, ahol néhány tízezer szavazat meg tudja változtatni a szavazás kimenetelét. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Na de visszatérve, tehát hogyha apatikusak maradnak, akkor ez a demokrata oldalnak fog inkább kedvezni. És az is egy jó kérdés, hogy Amerika, ami azért hagyományosan, és ebben úgy óriási kultúrkampf van gyakorlatilag a 2010-es évek óta, és azért azt látjuk, hogy azért ez mondjuk az első Trump kormány alatt azért elég erőszakos cselekményekbe is torkollott, és egyébként a keresztény ingatlanokat ért támadásokban a katolikus ingatlanok elég erősen felülreprezentáltak voltak, annak ellenére, hogy ugye hagyományos protestáns túlsúlyról beszélünk, ez valószínűleg épp a nagyvárosi létüknek volt köszönhető, tehát számos katolikus templomot rongáltak, még gyújtottak. Vagy nemcsol. jobban látható egy katolikus templom, mint egy neoprotestáns. Vagy jobban látható, igen, 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 ez is benne lehet, tehát sok oka lehet, de a lényeg az, hogy nagyon erős kultúrkám van abban a szempontból, hogy mondjuk, nem tudom én, néhány évtizeddel ezelőtt abban azért nagyjából egyetértett volna mindenki, hogy az amerikai alapító atyák. ha nem is volt mindenki, ugye most az evangéliumi szempontból vett keresztény, mert hogy tényleg voltak köztük deisták és mindenféle egyéb kereszténységhez, csak mondjuk úgy, mint a magyaros, csoki a nyomokban magyarót tartalmaz, tehát hogy nyomokban a kereszténységhez kapcsolódó gondolatokat föllelő ideológusok, politikai gondolkodók voltak, de azért a döntő többség és maguk a puritán alapító atyák is, akik az első államokat létrehozták, ami ugye a még gyarmati államokat, amiből majd a függetlenségi háború során Egyesült Államok, azok még egyértelműen egy keresztény küldetés tudatra tettek bizonyságot, ugye ez a hegyen épített város, Jézusi mondás alapján ők a, éppen a vallás üldözés elől menekülve az óhazából, az új világban egy saját a, a, jól fölfogott ö, ö, kereszti, tehát az ő hitük szerint jól fölfogott keresztény értékek alapján egy sokkal igazságosabb, sokkal jobban működő társadalmat és államot akartak létrehozni, és ebben egyébként egészen a 20. század utolsó harmadáig, negyedéig azért konszenzus volt, én azt gondolom, hogy a fehér angol száz protestantizm, protestáns fejezi ki igazából az amerikai középosztálybelit, vagy azt az amerikait, akin fölépült az Egyesült Államok, és az a nagy olvasztó tégely, ami létrejön, az igazából ezek voltak benne az olvasztárok, hogy most ilyen nagyon érdekes betoforával éljek, de hogy gyakorlatilag mindenki, aki beérkezett Amerikába, az ezen embereknek, a hitének, a világnézetének a előbb felsorolt ténzüknek az átvétele alapján vált amerikaivá. És aztán a 60-as években jött egy nagy szekuláris tendencia, ugye a 66-os Time Magazine címlapját már izgált, de stb. stb. Ugye a Lyndon B. Johnson kormány alatt vagyunk, aki szintén egyébként érdekes módon kezdett már közeledni az evangéliumok felé, de azért ott még nem volt semmiképpen olyan, tehát Billy Graham nagy hatással volt rá, de azért semmiképpen nem lehet mondjuk egy Jimmy Carter volumenű figurának nevezni, vagy később egy Ronald Reagannek, vagy Ifjabusnak, vagy éppen Trumpnak, aki mondom maga személyesen, lehet, hogy nem keresztény, de az a keresztény befolyás az óriásivá vált a 16-os kampány után, majd talán erre is visszatérhetünk. Tehát 60-as években elindult egy ilyen kultúrkampf, hogy akkor mi is az amerikanizmus, mi is az, hogy amerikainak lenni, kisejátíthatják ezt a keresztények, vagy sem. Egyáltalán vallási alapon kell ezt meghatározni, vagy nem. És eljutunk egészen a 2010-es évekig, ahol már megjelent, ugye most itt a Trump adminisztráció utolsó éveiben, ott már azért elég keményt utaltunk az erőszakos cselekményekre, de megjelentek annyira szélsőségesen progresszív nézetek. Ez az 1619 projektet lehetne megemlíteni, ami azt mondta, hogy, az, hogy a kereszténység igazából az elnyomás ideológiáját jelentette, tehát a fehér ember elnyomása a többi fajú, bőrszínű, vallású, világnézetű emberrel szemben, és hogy az Egyesült Államok létrejöttének a valódi pillanata az nem a 18. század végi függetlenségi háború, és annak a sikere, hanem 1619, amikor kikötött az első feketéket szállító rabszolgaszállítmány. És ugye, még egyszer mondom, azt próbálták beállítani, hogy a kereszténység nem, hogy az igazságos Amerikát hozta létre, hanem ennek az elnyomó rendszernek az ideológiai alapját jelentette, és hogyha de Christian Amerikát, akkor egy egészséges, jobban működő társadalmat kapunk. Tehát itt tartunk most, amikor elég nagy választóvonal van a két oldal között. És azok az, a politizáló keresztények, akiket itt a 80-as években elkezdenek szervezni, és talán majd egy következő kérdés kapcsán, hogy ne legyek nagyon hosszú visszatérhetünk arra, hogy pontosan mik a nézeteik is. A másik oldal azt mondja, hogy nem kérünk egy teokratikus vagy keresztény nacionalista diktatúrából, akik ránk akarják erőltetni a maguk óvatúrt, retrográd elveit legyen az életpártiság, tehát abortusz szabadsága, nem szabadság, most próbálok a progresszív oldal szemüvegén keresztül választani. A család kérdésében ne erőltessék ránk, hogy ugye a férfi és a nőházassága jelenti a család alapját, sőt, a nemi meghatározásban se erőltessék ránk a nézeteiket, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert, nem tudom, milyen ellentétpárokat lehetné még felsorolni. Tehát, hogy ebben a kérdésben ez a választás szintén azt gondolom, hogy vízválasztó lesz. Egyrészt, amit kérdeztél, hogy ugye mennyire mozgósíthatók, a keresztények milyen értékrend mentén teszik le a voksukat, és hogy ez a, ez a közép és hosszú távon mennyiben befolyásolja Amerika választását, és még egy utolsó fél gondolat jutott eszembe, hogy uh, majd lehet, hogy ezt az elő, vagy egy következő kérdésben világítsuk meg, hogy hová jutott most a, a keresztény szavazótömb, hogy igazából, ha a, a, itt van egy generációs különbség is, tehát hogyha a millenniumi generációt nézzük, tehát a 2000 és azután születetteket, akkor még a magukat újjászületett keresztényeknek nevező fiatalok egy jó része sem fogadja el ezeket a konzervatívnak nyilvánított elveket, mint amikből néhányat az előbb felsoroltam. Tehát nagyon nehéz ebben tiszta képet látni, és igazából én azt gondolom, hogy ugye az előző választások után lettünk csak sok mindenben okosak, úgyhogy ennek a trendnek a, 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 a mikéntjére a választ majd éppen néhány hét vagy hónap múlva fogjuk tudni megadni ugye két demokratikus elnök volt, a két katolikus elnök, ugyanakkor, amint említettem, a demokraták sem, se nem az elnökük jelöltük, sem, az a, se nem az alelnök jelölt, nem római katolikus, mindketten protestánsok. Plusz ugye volt egy olyan esemény, egy ilyen jótékonysági vacsora, ahova hivatalos volt mind Donald Trump, mind pedig Kamala Harris. Donald Trump ezen, ugye ez egy római katolikus által rendezett jótékonysági vacsora, Donald Trump elment, Kamala Harris nem ment, és csak egy videóüzenetet küldött, mert éppen kampányolt a csatatér Hogyan hathat ez, és gyámlok a római katolikusok szavazata az elnök választásra? Uh, így, alapvetően az Al Smith dinnerről van szó, hogy Al Smith jótékonysági vacsoráról, amit New York, New York City-ben egy ilyen menő, vagy ilyen uh, fancy igen, szállodában tartanak. Ugye, alapvetően uh... Szerintem önmagában az, hogy nem jelent meg a rendezvényen, azt valószínűleg nem, nem nincs hatással a katolikus szavazókra. A katolikus szavazók, ugye alapvetően utaltam rá korábban is, nagyon rövid leszek, mert ugye ők 1960-as évek óta érdemben nem nagyon politizálnak, vagy ha igen, akkor megtartják maguknak ezt, ezt a véleményüket. Tehát nem... nem ö, ugye, ugyanolyan kérdéseket vetve, mint bármilyen más országban, hogyha az egy ház politizál. Tehát egy intézményesített, hierarchizált ugye, egyházak esetében, ugye felmerül mindig a kérdés, hogy most akkor ez mennyire szervezett, mennyire mondják meg nekik ezt felülről. Amerikában éppen ezért, meg egyébként a 60-as éveknek a tapasztalati alapján, ugye ezt korlátozottan folytatják a római katolikusok, ez nem azt jelenti, hogy egyébként ők nem csöppenne be a kampányba. Tehát, hogy minél mondom az idei kampányt is, de egyébként már korábban, tehát a 2020-as kampányban volt például az, hogy és ilyen elennyés, anekdoták vannak, tehát ilyen uh, uh, kirívó esetek, hogy Joe Biden, azt hiszem, hogy Észak-Karolina volt, de vagyok benne biztos, meg talán Észak-Karolina, hogy a Joe Biden római katolikus megy áldozni, tehát a Szent Mise végén ugye az eukarisztiát, az egész római katolicizmusnak a központi, legfontosabb, a hét a legfontosabbat az eukarisztiát magához venni, és hát nem szolgáltatja ki neki a, az atya, a pap, mert hogy ugye Joe Biden konkrétan ugye támogatja, vagy elfogadóbb az abortussal szemben és hogy ez technikailag gyilkosság. Na most ez nem arra, tehát ez megint egy ilyen vita, hogy most akkor ez jó rendben van, de Egyrészt ez nem biztos, hogy az ő magánvéleménye, majd Joe Bidennek lehet, hogy úgymond államférfi kötelességét teszi, teljesíti, hogy nem szól bele olyan folyamatokban, amihez nincs mondjuk érdemi ráhatása. Meg persze változó egyébként vitát generált egyébként a katolikus egyházon belül is, hogy egyébként, ha te volna az a pap, aki ott celebrálja a misét, akkor kiszolgáltatta-e volna neki a, az ő részére az oltári szentséget és akkor ahány emberre beszélünk, annyi választ kapunk. Tehát általában ilyen kirívó eset, ilyen bot, nevezük botrányok, botrányok vannak öö, a kampányban. Az idei évben nem is az Al Smith Dinner volt a kellemet, az Al Smith Dinner az, hogy nem ment el Kamala Harris, az azért kell, meg egyébként Tim volt se, öö, az azért kellemetlen, mert öö, ugye ez az utolsó nagy kampányrendezvény, bocsánat, utolsó nagy rendezvény a kampányidőszak végén, ahol a két jelölt egy légtérben van, és uh, tulajdonképpen könnyed vagy uh, lazább uh, hangulatban, de tudnak uh, úgy kampányolni, hogy közben még sincs, uh, vagy úgy adott még froszlizni is egymást, de ez a lényeg neki, ez egy szórakoztató rendezvény, hogy alapvetően ne egy heves vita alakuljon ki. Tehát egy kicsit levezetni, a, vagy kiengeszteni a gőzt. Tulajdonképpen ezt a cél szolgálja, ilyen stand-up roast, tehát ilyet képzeljenek el. Na most éppen ez egy eléggé egyoldalú történet, hogyha az egyik jelölt nincs ott. Ennek megfelelően ment hogy a Donald Trumpnak a, a monológia is. Viszont nem az ilyen események azok, amik érdemben mondjuk hatással lehetnek a katolikus szavazóknak a, a voksára, hanem konkrétan mondjuk az egyéb ilyen hát botrányok, vagy beszólások, vagy olyan húzások, amelyek őket mint idézelben közösség, most nagyon idézelben használom, mert nem, nem szerencsés ilyen kifejezéseket használni, hogy ilyen community, meg olyan community, mert ezek nem szervezettek politikailag, akármilyen közösségről, közösségről is beszélünk. Szóval, hogyha őket éri valamiféle inzultus, és ez konkrétan az idei kampányban ugye megtörtént, uh, azt hiszem, hogy Gretchen Whitmer volt az, aki ha uh, jól emlékszem, hogy Michigan államban uh, közé tette egy videót, ahol megint csak ugye az, euka uh, az eukarisztiát akarva, akaratlanul, de lényegében parodizálva, tehát a szentáldozás parodizálva, lényegében egy LMBTQ plusz uh, PR megjelenést tett. Na uh, most nem, nem mondom, hogy ez uh, mondjam, szentségtörés, ugye bár, bár lehet, hogy mondjuk uh, domatikai szempontból azért felvetődik a kérdés, hogy ezt megalább mennyire alá, gyalázza meg, ugye az egész mondom katolicizmusnak a quintesszenciát, a lényegét. De alapvetően az ilyen fajta inzultusok valószínű, hogy kihúzzák a gyufát katolikus szavazók körében. De ugye ez megint olyan dolog, hogy az abban a körzetben számít, ahol ahol kifejezetten mondjuk számít a, a szavazat különbség. Tehát én nem nagyon olyan, olyan példáról, hogy valaki azért megy el szavazni, mert hogy az ő hitét vagy meggyőződését megsértette, most teljesen mindenméről beszélünk, egyik vagy másik jelölt. És egyébként ott van 28 másik kérdés, a gazdaság helyzete, a esetben mondjuk az abortusz, egészségügy, külpolitika, hogy nem ez, hanem hogy nekem konkrétan beszóltak. Tehát alapvetően nem mondom, hogy ez egy meghatározó élmény lehet, de a, lehet ráépíteni a kampány során. Ugye gondolnak itt a Puerto rico itt újabban például, hogy a másik oldalt is említsem. Szóval alapvetően azért ezek, ezek adaléként szolgálnak a kampányban. Úgyhogy igazából azt, hogy a katolikusok olyan szavaznak, készülnek ugye közleménykutatások. Azt hiszem, hogy a Pew Research Service az, aki készít kifejezetten különböző vallási egyházi felekezetekhez tartozó csoportokról közleménykutatást, hogy ők hova szavaznak. Nem meglepő, a katolikusok többsége egyébként alapvetően inkább jobbra húz, pont egyébként a kultúrharc miatt. De ez 52 sem 52 húz a republikánusokra és 47 a demokratákra. Így van, és adódik a kérdés, hogy miért ez a 47, mi ennek az oka. Igazából olyan az, mint ami a korábbi évtizedekben volt. Tehát itt nagyon röviden visszatérnék, és tényleg rövid leszek, nagyon röviden visszatérnék a, a itt a kezdetekhez. Az, hogy a katolikusok, vagy római katolikusok nem a legbefolyásosabb szereplői voltak az amerikai közélettek már kezdetektől fogva, az eufemisztikus fogalmazás. Lényegében ők voltak az, az, alsók társadalmi rétegek. A klasszikus példa tényleg az írbevándorlók, akik egyébként, hát én az amerikai politikai rendszer kurzuson, hogy a van rá idő, akkor kivetítem, most idén nem volt rá idő, amikor a különböző jogokról foglalkoztam. Ugye van ez a csak kis színes, különböző Hanna Barbera, meg Chuck Jones, tehát ezek a klasszik vintage, ugye 20. századi ilyen hát filmek, ugye Tom is Jerry a legismertebb, de vannak ugye más hasonló, Drupi, meg egyéb ilyen rajzfilmek. Ugye ott általában, így volt általában a általában szembe jön az afroamerikai, vagy feketéktel szembeni, ugye különböző sztereotíp gondolatoknak a sora, amiket azóta már tisztították ezeket a felvételeket, de hát az internet nem felejt, tehát az ott fönt van. De a római katolikusokét is, tehát hogy a római katolikusokkal kapcsolatban is egy-egy ilyen sztereotípia azért itt-ott elő szokott jönni, kifejezetten az ír katolikusokkal szemben. Tehát hogy ők képezték úgymond a szegényebb rétegeket, ezért ők voltak rászorulva azokra a társadalmi, szociális ellátás, ellátóprogramokra vagy, vagy a rendszerekre, amelyeket jellemzően demokraták hirdettek meg. Ugye szóba jött itt Johnson elnök. A Johnson elnök volt az, aki gyakorlatilag Franklin D. Roosevelt óta legjobban megnövelte a szövetségi kormányzat méretét a nagy társadalom vagy Great Society programmal, ami lényegében a európai szemmel, elősen korlátozottan, de mégiscsak jelentős mértében növelte a szövetségi kormányzati erőforrásokat a különböző szociális arrendszereknek a finanszírozására, finanszírozására irányítva. Tehát igazából ezeknek a főbb haszonélvezői, ha úgy tetszik, római, történetesen római katolikusok, eleve a, a redistribúció, tehát az, hogy mi újraosztjuk a vagyont, meg valamilyen szinten próbáljuk, megpróbáljuk ugye a az egyéni felelősségvállaláson túl valamiféle úgymond, közösségben gondolkodni és megsegíteni a rászorulókat, ugye hashtag karitas, tehát alapvetően ezeket a gondolatokat is igazából a keresztény felekezeteken belül, főleg a romai katolikusoknál találjuk meg. Ezért mondom, hogy alapvetően nem véletlen az, hogy a katolikus elnökök eddig, azok demokraták voltak, tehát ugye Kennedy 60-ban, illetve 2021-től ugye 25 erejéig ugye Joe Biden személyében. Tehát ezek a programok ezekben a körökben sokkal, sokkal népszerűbbek voltak történelmi távolabban. Csak egy, egy gondolatot teszem, hogy Johnson-nal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy ugye még szenátor korában, jól emlékszem 54-ben nyújtja be ezt a Johnson amendment tehát ezt a Johnson kiegészítés, vagy nagyjából így lehetne fogalmazni, ami ugye az adótörvénynek egy részét képezi, és most mivel nem vagyok adószakértő, ezért nem fogom tudni ezt pontosan megmondani, de a lényege röviden az az, hogy ugye ezt tiltja meg, hogy vallási rendezvényeken, illetve a, az ott, tehát a, a, vallási szervezeteknek jutatott pénzeket kifejezetten politikai célra is lehessen fordítani. És jól fordítottam le, valahogy, valahogy így, le, így lehetne körülírni, de mondom, nem vagyok szakértő. Ez most például egy fontos követelés, hogy például Trump megígérte, hogy ezt és hogyha most ismét hatalomra kerül, akkor felülbírálja. Valamit lazított ezen a dolgon az első ciklus alatt, most nem emlékszem pontosan, de ez most egy kifejezetten uh, markáns ígéret, és nyilván ezzel a keresztényeknek és az evangéliumiaknak próbál kedvezni. Egy nagyon rövid gondolat, a kultúrharc az, ami igazából ezen változtat, hát ezen a katolikus, ha úgy tetszik, balra húzáson változtat, ugye konkrétan a, az abortusz ügye. Tehát ugye az Obama-ker, az megint csak ugyanezzel logikánál fogva, hogy hát közpénzből lényegében megsegítjük azokat, akik nem engedhetik meg a hogy valamiféle egészségbiztosításuk legyen. Ez alapvetően jó táptalakulik katolikus körökben. A probléma ott van, hogy az obama nek a részletes szabályozásai alapján mondjuk jogosult-e egy csak mondok valamit, 18 éves vagy 19 éves hölgy mondjuk a, az abortuszra, hogyha mondjuk egyházi fenntartású klinikára megy be hogy kötelezhetőek-e a csúnyán az apácák vagy nővérek arra, hogy, a, hogy hozzájáruljanak, nem csak adminisztratív, hogy aláírok egy papírt, hanem ténylegesen végrehajtsák az abortuszt. Tehát kényszeríthet-e téged a szövetségi kormányzat arra, hogy a szekularizált meg az egyéni szabadság jogok érdekében te olyas valamit csinálj, ami a te lelki meggyőződéseddel szögesen szembe megy. Első, az első, itt az első alkotmány kiegészítésnek a, a legfontosabb eleme, hogy hát vallás és szólásszabadság van, amiben benne van az is, hogy nem kényszeríthet engem olyan pályára a kormányzat, teljesen mindegy, hogy mi az, ami szembe megy az én hitem, mert tulajdonképpen gátolja azt, hogy én megéljem az én, az én hitemet. Hogyha világi, tehát egy világi fenntartású egészségügyi intézméről van szó, oké, okay, de hogy alapvetően az egyházi fenntartású intézmények esetében ez egy külön vita volt. Az Obama-ker végül úgy ment keresztül, hogy erre kényszeríthetőek voltak az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények, és Trumpnak volt egy olyan húzása, mikor elnök volt, hogy ezt konkrétan úgy tudta módosítani, hogy módosítatni, hogy mentességet kaptak ez alól az egyházi fenntartású ugye kórházak, ami azt jelenti, hogy hát hogy mondjam, tehát a, ők nem kötelezhetőek erre, de egyébként aki meg, tehát akit ez érint, majd az érintett ö, nőket, azok meg el tudnak menni egy másik intézménybe adott esetben, meg ott a Plant Parenthood, meg ott van egy csomó más alternatíva erre, de az egyházi intézményeket, vagy fenntartású intézményeket próbáljuk meg ettől megkímélni. Ott jött ez elő, tehát hogy konkrétan. Ö, társadalmi igazságosság, még mindenkit segítő programok keretén belül végül is olyan szakpolitikákat csúsztatunk be a küszöb alatt, vagy küszöbben bocsánat, olyan ö, szakpolitikákat csúsztatunk be, amelyek a te mindennapi, valásodnak a mindennapi megérését végső soron hát el lehetetlenítik. Na ja. itt ilyenkor alott esetben már inkább jobbra húznak a szavazók. De itt is megint, tehát itt is megint mondom, nem lehet egy tömbről beszélni, mert nagyon sok a rejtőzködő szavazó. Mert ugye a katolikusokat se segíti, hogy a pápa se mondja, hogy kire kell szavazni, hanem mindkét elnökjelöltet bírálta, ugye most is, Kamala harris és, és Donald Trumpot is. Akkor most jön egy nehéz feladat, talán nehezebb feladat. Most meg fogom kérdezni, hogy melyik elnökjelöltre keresztényként miért érdemes voksolni, és azzal fogom kezdeni, hogy miért érdemes keresztényként Kamala Harris-re voksolni. Nyilván mi nem szavazhatunk nem mondjuk amerikai állampolgárok, de azért, hogy hogyha keresztény szempontból nézzük, akkor miért dönthet úgy egy amerikai keresztény, hogy Kamala harris húzza be az X-et? Hát azt most én nem, ezt így nem rá. gondoltam, igen, nem vártam a kérdést, igen, most el, elgondolkoztam, hogy ha Harrisre szavaznék, miért tenném. De annyit annyi eszembe egyébként, hogy az a vízválasztó, amit például mondtam itt a keresztény generáció között, a, a, azzal kapcsolatban olvastam egy érdekes tanulmányt, tehát például ugye itt a, a milleniálokat emlékeztem, tehát ugye az ezredforduló és az azután született fiatalokat, ugye ők ugyanúgy, e, e, mint mondjuk a nem hívő társaik, tehát nem hívő családból származó társaik, már inkább a social médián keresztül nőttek föl, és ugye a, az ilyen progresszív érzékenyítő kampányok is sokkal erősebben é, 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 érik őket, nyilván a hollywoodi filmek is millió dolgot mondhatnánk. Tehát ugye, hogy ez is mindenképpen alakít egy világnézetet. Úgyhogy hogy emiatt, amire az előbb utaltam, tehát a hagyományos konzervatív értékeket háttérbe szorítják, és például kifejezetten kimutatták ugye a lányok körében, hogy a lányokat inkább meg tudja szólítani a demokrata kampány, mert ők ugye egy független erős szinglinőről beszélnek, tehát már nem a klasszikus családanya és szülököt hagy gyereket, ami ugye Amerikában egy valamire való déli keresztény családban azért az a legutóbbi időkig az mondjuk így, hogy egy nagy érdem volt. Nagy, nagy, igen, vagy elhívása volt egy nőnek, vagy nem, nem alárendelt szerepnek érezte, hanem egy istenáldásának, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy értsük. És mondjuk ők például, tehát ők azok, akikre ez a társadalmi csoport, tehát a 2000 és azután született lányok csoportja, ami a leghajlamosabb arra, hogy átszavazon a demokratákra, mert például nekik az életpárti kérdésekben, tehát hogy az abortus szabadsága, hogy ő eldöntheti, hogy éle szexuális életet szabadon él, és annak nyilván vannak következményei, és mondjuk emiatt elveteti a gyereket. Számára például a Harris kampány sokkal inkább megszólító volt, de úgy egyébként is a szingli, egyedülálló határozott nőnek szóló üzenetek azok, azok, azok szóltak nekik. Úgyhogy nem tudom, ne... láttad-e a Demokrata a választási videóját, hogy ugye mennek a klasszikus család szavazni, férj és feleség, és korral buzdítja Kamala Harris, Tim páros a szavazókat, a nőket, hogy bár a férjüknek mondják azt, hogy leszavaznak Donald Trumpra, de a szavazó fülkébe kacsincsanak össze a többi hölgyel, és szavazzanak Kamala Harrisre. Igen, és ez lett volna a másik, igen, nagyjából, ami eszembe jutott, hogy még olyan uh, szintén interjúkat olvastam, amik az evangéliumi baloldal részéről mondták azt, hogy igazából arra buzdítják a híveiket, hogy ők uh, nyugodtan szavazanak a, 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 progresszív értékekre, hogyha úgy gondolják, csak ezt ne vallják meg a gyülekezetben, mert akkor mondjuk így, hogy kirekesztésnek, vagy valami fajta abúzusnak lesznek a uh, alanyai, mert hogy ugye azért a többség még mindig továbbra is inkább republikánus vagy jobboldali szavazó, tehát ne, ne beszéljenek arról, hogy kiről fognak szavazni, elmennek a szavazófőkébe, és majd úgy húzzák be az X-et, ahogy az a lelkiismeretük diktálja. Tehát ez is egy érdekes tendencia, pont ezért mondtam, hogy a végén lehet majd igazából kiértékelni, tehát hogy hány ilyen szavazat van. És ami még erős, az az, hogy amiről majd még beszéltünk, hogy a keresztény jobboldal politikai követelései, és azok a politikai elvek vagy intézmények, amiket létrehoztak, és amit mondtam, ez a devalváció, amit az elmúlt mondjuk 4-8 év hozott, az kiábrándította a keresztényeket, és azt mondta, hogy nem. Tehát, tehát, hogy inkább szavaznak át egy másik oldalra, mert hogy ezt a fajta keresztény autokráciát, amit ki akarnak építeni, en, ehhez ők nem adják a szavazatukat, hanem ők egy másik keresztény értékhez a szabadság. Az egyébként azért nehéz ezt meghatározni, mert hogyha megnézzük az európai és most ilyen értelemen európai gyökerű észak-amerikai politika fejlődést, akkor valójában a jobb és a baloldal is evangéliumi értékek mentén jött létre. Tehát gyakorlatilag a kereszténységből voltak levezetve, a keresztény középkortól kezdve, egészen a legmodernebb korig, amíg a szekularizmus. Olyan tendenciát el nem ért, amire már utaltunk, hogy igazából mind a klasszikus baloldali, mind a klasszikus jobboldali értékek a keresztény teológiából levezethetőek. Tehát ilyen értelemben könnyű olyan ö, ö, ígéreteket tenni, vagy olyan csomópontokat felvázolni, ami hívó szó lehet a keresztény oldalnak. Mondom még egyszer, attól függően, hogy ezekben a nagy vízválasztó vízválasztókérdésében hogy szavaz, és amikor a Gábor mondta az előbb, hogy ugye, hogyha beszólnak neki, hogy szavaz, szóval, azért most nem akarok nagyon cinikusnak tűnni, de azért szerintem érdemes elgondolkodni ezen hogy azért szerintem az elmúlt 10-20 év bármilyen kampánya a modern világban az már igenis érzelmi alapú, és ezt egyébként, sőt, még lehet, hogy régebbre mehetünk vissza, de a sima marketing is egyébként, hogy mit vásároljak és mit ne, az érzelmi alapú. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pont direkt váltanak ki ilyen érzelmi reakciókat, és ezzel egyébként sokkal könnyebb manipulálni és ide-oda vagy oda mozgatni, vagy éppen a szavazástól való tartózkodásra bírni az embereket. Úgyhogy én nagyjából ezt gondolom, nem gondolkoztam, ezen, hogy ha szavazhatnék harris akkor miért szavaznék, nem tudom. Gábor, te? A kampány biztosan használja, tehát azért mondtam, hogy ez előjön egyébként a, a kampányban, már mint ez, ez a, az oltári szentségnek a kifigurázása, tehát ilyen szempontból egyetértünk, hogy ez biztos vagyok benne, hogy előjött. Én sem gondolkodtam rajta, de kettő rövid válaszom van, az egyik tényleg röviden, mert csak ismételném magam, ez a társadalmi érzékenység, tehát ilyen herisznek nagyon sok Biden-től megörökölt, vagy Biden által elindított ilyen méltányossági programja van, hogy különböző társadalmi kisebbségeket a szó legtágabb értelmében próbáljuk meg minden szempontból. Tehát a, a, a gazdasági egyenlőtlenségtől kezdve az adózáson át a klímapolitikai bezárólag valahogyan megsegíteni, és ezzel alapvetően érzékenyebbek a, a, a katolikus szavazók, nem tömként. A másik Uh, amit talán kiemelnék, és itt is hangsúlyozom, hogy nem, nem azért, mert, mert ezt az álláspontot képviselné a katolikus, a katolikus egyház, és főleg nem általában egy hívőknek a, a helyi közössége, az izrael politika. Tehát az, ami a közel történik, arra a katolikus körökben nagyobb a megrökönyödés a gázai események kapcsán, mint mondjuk evangéliumi evangéli keresztény körökben. Értem itt konkrétan, ugye a a palesztin áldozatoknak az alakulását. Tehát hangsúlyozom, hogy ez sem hivatalos policy az egyházon belül, de alapvetően ott ez jobban, jobban rezonál, ezért elképzelhető, hogy ezen kérdés alapján egyszerűen ar arra hajlanak, hogy egy herisz az jobb lenne, mert hogyha úgy tetszik jobban, kontrollat vagy szorosabb kontrollat tartaná mondjuk uh, uh, Izraelt ilyen szempontból, mint akár Biden, de mindenképp, mint Trump. Tehát én ezt mondanám, ellenérként egyébként megint az abortuszt tudnám felhozni, tehát hogy miért nem szavaznának rá. Ugye ebben nem hiába beszéltem itt a, a, nővérekről, tehát meg az egyházi fenntartású uh, intézményekről, pont ezt kérdezték meg Kamala harris -től néhány nappal vagy héttel ezelőtt, hogy, vagy legalábbis előtt szedtek egy ilyen videót, hogy egyébként elképzelhetőnek, mert annyira megosztó a téma, hogy elképzelhetőnek tart-e egy olyan megoldást, hogy vala, egy, konszenzus egy vagy egy kompromisszumot, hogy bizonyos feltételek mellett, mondjuk vallási vagy lelkiismereti meggyőződésre hivatkozva kapjanak engedményeket egyes közösségek vagy szervezetek, nem megnevezve a katolikusokat vagy bármelyik felelkezetet egyébként. Elképzelhetetlen tartja -e Harris, hogyha ő úgymond újra alapvető jogként esetleg elintézni, hogy az abortusz tényleg egész országban egy alapvető jog legyen, minden államban egyformán, akkor elképzelhetetlen tartja -e valamiféle engedményeket ez alól. És mondta, hogy nem semmilyen körülmények között nem látja értelmét az egész, az, hogy elkezdenek engedményeket tenni ilyen vonalon. Ez egy gyakorlatilag visszadobása a korábbi Obama időszakbeli egy álláspontnak. Ezt is megint egyébként a republikánus kampány előveszi és a katolikusoknak megmutatja. Csak annyit tennék hozzá, egyébként nagyon fontos volt, amit mondta, hogy az Izraelhez való viszony is legalább ilyen, vagy a külpolitika összességében ennyire tematizál, de azért azt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy Trump ugye egyértelműen pro-izrael párt és mindent megtenne, tehát ugye az eszközökbe sem válogatva, mondjuk így, most nagyon sarkítom, hogy az evangéliumiak támogatják Izrael, de azért ne felejtsük, hogy az első Trump adminisztrációnak az egyik nagy sikere az épp az volt, hogy az Ábrám egyezményekkel egy béke folyamatot, most nagyon túlzok, mert azért, azért nem ennyire erről van szó, de valami hasonlót indított el, és hogy éppen azzal kampányolhatnak a republikánusok, hogy ezt nem sikerült megőrizni a demokratáknak, és hogy ugye Trump ezt mondani, két dolgot, amire igazából nem ad választ. Tehát, hogy ha ő lenne az elnök, akkor nem történt volna meg október 7-e. Hát, hogy ennek mi a magyarázata, azt nem tudjuk, ha csak nem valami transzcendens magyarázata van. A, most A másik pedig ugye az, hogy ha ő lenne az elnök, akkor azonnal ö, békét teremtene a közel-keleten. Ezt sem tudjuk, hogy ezt hogy érni el. Meg de... azt, hogyha ő, lenne az elnök, ő lett volna az elnök, akkor nem lett volna a Ukrajna se. Meg akkor nem lett volna az ukrán, orosz ukrán háború se, igen. Tehát azért mondom, hogy ezek nagyon jó kampányigéretek, de nem tudjuk pontosan, hogy ezek mit akarnak. De arra tényleg jó és nagyon fontos, hogy szóba hoztat, hogy ezzel is lehet embereket urnához csalni, vagy vinni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, és távol tartani tőle. Akkor térjünk rá a másik jelöltre, addig a közönség nyugodtan forgathatja magába a témát, és kérdéseket is forgathat magába, hiszen majd ezután megnyitjuk a lehetőséget a közönségnek is, hogy kérdezzen. Az összes választó, keresztény választó, protestáns választó 61%-a Trumpra voksolna, 37%-ra Harrisre, 50 katolikusoknak 52%-a Trumpra, 47% Harrisre. Tehát ez a könnyebbik része akkor, hogy miért voksoljunk, vagy voksolnak az amerikai keresztény Donald Trumpra az elhangzottabb miatt alapvetően, tehát abortuszűben ő már visszafogottabban fogalmaz, mint korábban, de nem kell neki úgymond egy kemény vonalasabb életpárti álláspontot képviselnie, mert a lényegi célkitűzést, amit akart, azt ugye 22 nyolán elérte a legfelsőbb bíróság döntésével. Tehát visszakerült a tagállamok szintjére, innentől kezdve, hogyha valaki ezen az egyes tagállamokban szeretne szigorítani, akkor ez állami szintű politikai aktivitást jelent, az már nem az elnöknek a dog tudja persze felülről támogatni az elnök, vagy szolgalmazni, de alapvetően nem az hatásköre. Tehát, hogy a, ö, én, én egyrészt ezt mondanám, ö, másrészt pedig, ö, ugye, most ez egy forró téma megint, és nagyon tényleg, tényleg rövid leszek, mert ez aztán tényleg, urakat lehetne erről, erről beszélni parttalanul, ugye ez az egész vók ideológia, vagy, vagy iskola, vagy nem tudom, minek nevezzem, tehát az egész irányzat. Ugye erre a legérzékenyebbek sok tekintetben ugye a római katolikusok, mert ugye ott alapvetően az, egy, az intézményrendszert is, meg általában a, a keresztény normákat is kikezdi. És ilyen szempontból ö, ugye a, a, a Trump az egyedüli közszereplő, legalábbis ugye jelöltek közül, aki, aki ezügyben ugye érdemlegesen ugye felszólal. Majdnem irreleváns egyébként, hogy ő most ezt hogy mondjam, személyét tekintve hitelesen teszi, vagy nem. Küldetés tudat sem feltétlen társul hozzá, de alapvetően az említett, és megint vissza kell utalnom erre a, az egyházi fenntartású ö, egészségügyi intézményekre, de lehetne oktatási intézményeket is mondani. Tehát a Trumpnak az egyik célja az az, hogy, főleg a, meg republikánusoknak is úgy általában, hogy az egészségügy és különösen az oktatáspolitika terén próbálják meg valahogyan a szövetségi kormányzat ráhatását azoknál az iskoláknál, ahol ez, ez létezik, tehát magániskoláknál értem szóval ez tájtalan, de a szövetségi forrásokból is működtetett iskolák esetében, legyen ez akár egyetem, akár általános iskola, vagy a kettő között bármi, hogy ezeket próbálják meg valahogy rávenni arra, hogy meg, elvony, megvonják tőlük a szövetségi támogatást, hogyha vóki vók és itt nem feltétlenül abortusz meg ellenbétékúra kell gondolni, hanem ez a kritikai fajelméletre is például, amelyek semmi köze egyébként a római katolicizmushoz, vagy általában a, a kereszténységhez, viszont ugye felvett egyébként, hogy hátra lépek egy olyan tágabb problémát, hogyha rendszer szintű rasszizmus, ma most több mindegy kivel szemben, történetesen a feketét, de hogyha rendszer szintű rasszizmus van, és hogy ez alapvetően bőrszín alapján predesztinált, tehát az, hogy de milyen a bőrszíned, és ez alapján téged kollektív bűnösségnek a felelőssége terhel, az finom az, hogy a kereszténység, a, a mondok egy gyerekmondásosnak do, tűnő dolgot, de egyébként nem, az a kereszténység a bűnösök vallása. Tehát a keresztény ember azáltal általában ott kezdi, hogy megvallja, hogy bűnös. De hogy a lényeg az az, hogy van megbocsátás. Tehát, hogy lehet tulajdon, és az egész kereszténységnek ez az egyik fő üzenete, hogy nyilván, hogyha komolyan gondolok, akkor tudok változtatni az életemen, a akarat, még a szeretet is ilyen gyakorlatilag, akarati szeretetet folytatok, de hát ez az ugye időnként ki kell fordulni a komfortzónából, vagy ki kell mozdulni a komfortzónámból. De a lényeg, hogyha rádobunk egy kollektív bűntudatot egy társadalomra, és ezt folyamatosan hajtjuk, akkor innentől kezdve ugye mindig lesznek elnyomók és elnyomottak, bűnösök és hát különböző megalázott ilyen csoportok vagy áldozatok, így van átadatlan áldozatok, ami most függetlenül attól, hogy most lehet-e egyáltalán ilyen egyszerűen fekete-fehér igen nem leosztani az amerikai vagy bármilyen társadalmat, a gond az az, hogy ez, ennek soha nem lesz vége. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye a provokatív kérdés úgy hangzana, és mondom, ez nem egy katolikus dolog, ez általában egy keresztény dolog, a provokatív kérdés úgy hangzana, hogy jó rendben van, mennyi mindent kell tennem arra érdekében, hogy ne olvassák a fejemre, hogy én a. rasszista vagyok, b hát lehetővé teszek rasszista szakpolitikákat vagy gyakorlatokat. Tehát hány, gestus, hány gesztus kell még gyakorolni, mikor lesz úgymond ennek vége. És hát nem látszik a, a ideológiából a válasz, hogy ennek bármikor úgymond vége lesz. Ezt a végtelenségig lehet folytatni. Ez igazából összeegyeztethetetlen eleve a bűnbocsánat meg a bűnbánatnak, a bűnbánat és bűnbocsánatnak a, a gyakorlatával. Mert keresztényként én az is kérdés, hogy mondjuk a muszlimok, irány, muszlimok irányába mikor lesz kritika mondjuk az emberi jogok kapcsán, vagy ugye ők is tartottak azért rabszolgákat? Hát igen, tehát ezek, ezek is előjönnek. Nem vagy benne biztos, hogy ez így érdemben úgymond keresztül fut ez ebben a keresztény közösségekben, mint, mint argumentum, vagy mint, vagy mint érv. De a, de a lényeg, hogy igazából az oktatáspolitika is egy nagyon jó példa arra, hogy Trumpra szavazzanak, mert hogy Trump ilyen szempontból kivenni ezeket az ideológiáházatokat a, azokból az iskolából, amelyek nem ugye, alapítványi vagy magániskolák lennének. Tehát ez alapvetően, ez nem csak egy katolikus, ez általában egy ilyen keresztény, ha szabad ezt mondanom, hogy érdek, mert hogy igazából mondom, a bűnbának meg a bűnbocsánatnak a, a, logikája az nem tud érvényesülni akkor, hogyha kollektíven és permanensen leosztod a társadalmat ugye, kizsákmányolókra, megáldozatokra. József, te miért szavaznál Trumpra? Uh, igazából én azt gondolom, hogy a keresztények többsége az azért fog Trumpra szavazni, mert hogy képviseli ezeket a hagyományos értékeket, amiknek ugye amit mondtam, hogy Amerika az ő felfogásuk szerint ementén jött létre, és hogyha ettől az alapigasságtól eltérnek, akkor Amerika jövője is veszélybe kerül. Ezzel azért, amikor beszéltünk, hogy politikai tömbé vált a kereszténység, akkor sokan kampányoltak. Tehát, hogy kifejezetten ez volt ugye a mondjuk a Billy Graham mondata is, hogy ezer napja van még Amerikának, és utána Isten le fog rá súlytani, és akkor ugye indultak el a, a, New Christian Right, illetve a gyorsan akartam mondani a Jerry Fall Moral, a mozgalom, igen, hogy ugye ezeket meg, meg tudják változtatni. Tehát a, a, keresztények szerintem azért fognak Trumpra szavazni, hogy ez a vélt vagy valós Mondjuk így, hogy elsőbségük az ne el, és hogy Amerikát egy egészséges alapon, az ő fölfogások szerint, egészséges alapon fölépülő társadalomnak megtartsák. Egyébként erre rengeteg keresztény elképzelés épült az elmúlt. 40-50 évben, amiről beszélünk, tehát most ö, kifejezetten lehetne említeni az új apostoli reformációt, ami ugye nagy hatással van az, egy, az a, a elnökre és az elnök környezetére, tehát rengeteg tanácsadó ö, jön onnan, és ö, most a Heritage Foundation a szülőatja ugye a 2025 projektnek, de számos elemet egyébként ebből a jobboldali Ö, ö, ideológ, tehát a keresztény ö, politikai áramlatok ideológiájából emeltek át, és itt ebben ö, nagyon sok minden elemet ö, ugye átemeltek, bár mondjuk a leghangsúlyosabb, amivel szoktunk mondani, ez pont a Deep State-nek a lebontása lenne. Tehát az ő felfogásuk szerint ugye annyira beette már magát a progresszió az amerikai végrehajtó hatalomba, hogy azt igazából meg kell tisztítani. Most nagyon egy, egy, élesen fogalmazok, de Uh, ugye erről van szó, és aztán vannak el, elég magyar szemmel furcsa, uh, uh, mondjuk így, hogy elképzelések, hogy, uh, hogy hogyan kellene a kereszténységet ilyen értelemben bebetonozni az amerikai társadalomba, uh, és ez nyilván a progressz, tehát ebben a kultúrkámban, amiről beszéltünk, ez az egyik vagy a másik oldal uh, szélsőséges elhajlásának tekinthető, és akkor ezért kiabálnak diktatúrát, ezért népszerű az a szolgáló lány mesély, és nem tudom, miket mondhatnénk még, ugye, hogy a, aki mondjuk kevéssé kutatta ezt a területet, az is e, fölfogja ezt. A, az elkötelezett, a politikailag elkötelezett keresztények számára pedig ugye Trump isten eszköze, akit fölkent arra, hogy ezt a küldetést beteljesítse, és igazából e, ugye a magát a közéletet is nem csak, hogy befolyásolni kell, hanem igazából megszállni kell, most mindenki értse jól, tehát nem, fe, nem erőszakos cselekményekre van szó, bár szerintem azt is el kell ismerni, hogy ezen keresztények egy része a Kapitólium mostromakor is ott volt, és mondjuk úgy, hogyha nem is feltétlenül lehet bebizonyítani, hogy erőszakos cselekményt hajtottak végre, de azért a hallgatólagos beleegyezés közben mégiscsak ott volt azokkal szemben, akik ugye ezt végrehajtották, ott azért én azt gondolom, hogy uh, rezgett a léc a tekintetben, de ha ennél azért mérsékelt ebben gondolkodunk, akkor mondjuk a legújabb időknek, tehát a 2010-es éveknek a uh, fontos szellemi eszmeáramlata volt, ugye a uh, Bill Johnson és Lance Farnow által írt Invading Babylon, the Seven Mountain Mandate, ami ugye azt jelenti, hogy a társadalom, tehát 2013-ban jelent meg ez a közös könyvük, ami azt jelenti, hogy a társadalom kulcs területeit ugye a keresztényeknek kell elfoglalniuk és a kezükben tartani, és ebben a tekintetben akkor a Prímet fogják vinni még akkor is, hogyha ugye a demokrácia játék szabályai szerint a ciklusok változnak, és lehetne sok-sok hasonlót mondani, most ebben nem akarok belemenni. Tehát keresztényként szerintem ez az oldal azért fog Trumpra szavazni, hogy a keresztény Amerika gyökerét, a keresztény Amerika jelenét, amik a mékony repedezet is, és a keresztény Amerika jövőjét biztosítani tudják. Akkor most menjünk nem a közönség előtt a színpadot. Van, akinek esetleg van kérdése a témával kapcsolatban? Ha nincs, akkor nekem még van, tehát nem kell félnetek. Jó, akkor nem mutatom, hogy itt van a... <laughs> átlan. ugye a Bibliában nagyon fontos az, hogy a vezető az milyen erkölcsi életet folytat. Ugye itt elég a királyokra gondolni, Dávid király, a Salamon király, hogyha vezető rossz döntést hoz, ha a vezető erkölcsen életet él, akkor az a királyságára is hatása van, és Salamon esetében ketté szakadt utána konkrétan a királyság. E, hogyan győzi meg Donald Trump a republikánus szavazókat, hogy annak ellenére, hogy ő egyébként a harmadik, negyedik feleségét e, tartja most? Fogyasztja. fogyasztja, igen, nem akartam ezt így mondani. harmadik, negyedik feleségét fogyasztja, Számos ugye van prostituáltakkal, a gazdaság életbe se volt a legerkölcsösebb. Tehát hogyan tudják ezt a protestáns szavazók összeegyeztetni, és ha katolikusok, akkor a katolikusok hogyan tudták elfogadni Kennedy-t például, akinek szintén volt egy pár nő ügye kezdem a protestánsok, és utána adom a katolikusok vonatkozásában Gábornak. Igazából erre teológiailag egy rövid szimbóluma lehetne válaszolni. Ugye ők küroszként, vagy szájruszként határozzák meg ugye Trumpot, ami egy ószövetségi perzsa uralkodónak a neve, akit ugye Isten pogányként mégis születés előtt már elhívott arra, hogy beteljesítsen egy küldetést, ez nevezetesen ugye a babiloni fogság óta ott tartózkodó zsidóságnak a hazaengedése volt, tehát ugye legyőzve a előtt birodalmakat ő adott engedélyt a zsidóknak a hazatérésre, és aztán ez nagyon sok, illetve olyan nagyon soknál nem Truman elnöknél jött még elő, ugye ő nevezte magát Kürosznak, aki ugye az Izrael állam létrejöttében fontos szerepet játszott, de politikai teológiai szempontból ez a Kürosz fogalom ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy pogány háttérből jön -e, most így parafrazálom a gondolatot, mindegy, hogy ő személy szerint van-e Istenember kapcsolata, mert hát nyilván Kürosznak honnan lett volna, bár mondjuk itt is azért vannak elméletek, ugye, hogy azért a, csak a Dániel könyvére, hogyha gondolunk, hogy azért elég erős befolyással voltak a, azt megelőző birodalmakra is. Na mindegy, tehát visszatérve, hogyha nincs is, tehát hogyha nem is újjászületett keresztény feltétlenül, vagy nincs olyan istenember kapcsolata, mint amit az evangéliumi keresztények elvárnak egy kereszténytől. Ennek ellenére lehet isteni elhívása és isteni küldetése, tehát őt támogatni ebben az keresztény kötelesség. Még akkor is, hogyha ezeknek a szigorúan vetterkölcsi követelményeknek nem tud megfelelni. Ez egy, mondjuk így, hogy áthidaló politikai teológia, egy finoman fogalmaztam. A római katolikus szempontból egyszerű a válasz egyébként a Kennedy esetében egyrészt ott azért a média sokat tett, hogy ezeket elhallgassák. Tehát, hogy köztudomású volt csak esetben, de nem teregették annyira. Tehát, alapvetően ma, és ez nem csak a média fejlettsége, de a technológiai fejlettség miatt van. Donald Trump nőügyeiről a, a kortársai többet tudtak, mármint országos szinten, mint mondjuk Kennedy esetében. A nőügyek, annak voltak ugye elkirívó példák. Más volt akkor is, igen. Tehát a, a uh, ugye kirívó példaként lehetne, hogy a Marilyn Monroe az elnök születésnapján ugye félrejtetetlen módon kifejezetten csak neki énekel, énekel, hogy Happy Birthday to you, Mr. President. Hát, hogy a Jackie Kennedy mit szólt ehhez? Az, azt, hogyha hinni lehet a plegykeknek, akkor maga a Secret Service állította a prostituáltakat a, minis, a, a elnöknek, mert ugye, hát mondjuk úgy, hogy szegény elég erősen szexfüggő volt, és hogyha ilyen migrénszerű fejfájás kapta el, akkor nem csak az aspirinhez nyúlt, ugye, hogy ezt elmulassza. Úgyhogy mondjuk azért a 60-as években ez sokkal durvább lett volna, az elnöki intézmény magát lerombolta volna, hogy ez nyilvánosságra kerül. Igen, de ugye ezeket általában ugye szőnyeg alá tudták söpörni, tehát még eisenhower is, aki nem romai és neki is volt egyébként szeretője, amennyire én tudom. Tehát, hogy ez ilyen értelemben, hogy mondjam, a, a magánélet, magánéletük az elnököknek sok tekintetben ugye, ugye tabuként lehetett akkor még kezelni, valamilyen szinte egyébként ma is az. Ugye ott a Lewinsky úgy, igen, bár ott is a Monika Lewinsky úgy kapcsán sem az csapta ki a biztosítékot a republikánus körében, hogy hát félrelépett, hogy meg, mert tudtál Birkontin addig is. Tehát, hogy nem ez volt, már már voltak ügyek. Tehát, hogy alapvetően nem ez volt a hanem, hogy hazudott eskü alatt. Hát azért az nem mindegy. Hogy a Bibliát, a, hogy a bibliára teszed a kezed és hazudsz utána, meg egyébként uh, mondjam, uh, büntetőjogi szempontból sem minden hogy eskü alatt hazudik az ember. Uh, szóval ezt ez, ez, ugye Kennedy ügyet, azt elég jól le lehetett sim, uh, simítani. Uh, és egyszerű a válasz egyébként, hogy ugye alapvetően hogy a Trump Trump miért elfogadhatóbb volt mondjuk ugye, uh, ugye 16-ban, illetve hát akár most is, mert ugye a katolikus egyház, vagy a katolikusoknak az említett történelmi háttér miatt ugye nincs meg ez a nem handicapnek akarok nevezni, de ez a sajátos helyzetük, mint az evangéliumi keresztényeknek. Tehát az, hogy egyrészt az ő esetükben kifejezetten ugye figyeltek arra, amit nem ők, hanem a konkurencia, hogy állam és egyház még véletlenül se fonódjon össze. Tehát, hogy ilyen értelemben a katolikusokat mindig ugye három lépés távolságra tartották a világi hatalomtól sok tekintetben, nem voltak egyértelműen diszkriminálva, de még ezért kezdtem azt, hogy, az, hogy 1960-ban lett az első római katolikus elnök, és még úgy is a kampányban előjött az, hogy mert ő majd a pápa irányítása vagy a róma püspökének az irányítása alapján fogja majd hozni a döntéseit, azért ez, ez, ez sokat elmond. Szóval egyrészt ezt, hogy nem volt olyan, annyi összefonódás. Kettő, a római katolikus egyházban, egyébként nem csak Amerikában, hanem általában ez a fajta kiválasztottság, hogy most akkor van egy ilyen kűrosz jellegű figura, akinek küldetése van, ez amennyire én tudom, ez Amerikában biztosan nincs meg. Tehát nem tudok egy példát mondani, hogy na most akkor itt van a mondjuk a Biden, aki római katolikus, a második római katolikus elnök gyakorlatilag több mint 60, év után lényegében, és akkor ő neki valamilyen küldetése van arra, hogy... És akkor nem jönnek elő Izrael kapcsán, ugye azért is mondtam azt, hogy Donald Trump pluszpontot tudott szerezni, ugye itt a, azzal, hogy Jeruzsálembe teszi a nagykövetséget például a biztos, hogy a katolikus körben is szerzett plusz pontot, de nem, az nem, nem ennyire markáns téma. Most függetlenül attól, hogy mi történik Gázában, maga az, hogy most Izraelhez milyen viszonya, viszony fű, fűzi a, az Egyesült Államok elnökét, vagy az Egyesült Államok vezetőségét, ez igazából nem egy annyira központi téma, úgymond teológiai értelemben, vagy ilyen politikai, teológiai szempontból, mint az evangéliumi keresztény felekezetek esetében. Tehát azt akarom csak az egészben mondani, hogy alapvetően az állam meg az egyház szétválasztása, az katolikus körökben az, az, ez egy elfogadottabb dolog, és ilyen értelemben meg a történelmi tapasztalatok miatt van egyfajta távolságtartás, zárójel, és akkor ezzel befejezem, vannak egyébként republikánus körökben olyan kezdeményezések, hogy ott is valóban úgymond integrálják a keresztény értékrendet a szekuláris, tehát a világi szakpolitikákba. Ugye a Szent mondta azt láttam ezt a szót, hogy integrálják, integralistáknak nevezik ezt az irányzatot a Kifejezetten egyébként katolicizmushoz köthető, ugye reforma, ö, republikánus körökben, de nem tekinthető, tehát egy létszámát tekintve egy kisebb ilyen közösségnek, vagy közösség irányzatnak tekinthető. Úgyhogy mm. lobbinak. Így van, lehetne lobbinak is nevezni, de igazából csak azt akarom mondani, hogy ez a, általában a republikánus meg konzervatív körökben zajló, társadalom, gazdaság és külpolitikai viták, ból, ami rengeteg van egyébként amerikai jobb oldalon, abból igazából csak egy irányzat a sok közül. És mondom, egy sor kérdést vett föl, mind jogi, mint egyébként történelmi szempontból, hogy egyébként ez ténylegesen megvalósítható-e. Katolikus Egyház Amerikában ilyen szempontból, ilyen fajta dilemmákkal, vagy extra küldetés tudattal, mint most a szavazókról beszélek, nem, nem rendelkezik. G.D. Vance lehet az első republikánus elnök, aki katolikus is, hogyha esetleg négy év múlva ö, megméretteti magát az elnöki pozícióját. Az ugye viccesen 12 éven belül kettő katolikus elnöke is lenne az Egyesült Államoknak több, mint előtte ö, 200 évig. Um, mi lehet a kereszténység jövője most az Egyesült Államok? Ugye azt látjuk, hogy a statisztikákban azért 90-es években a lakosság 85-90 a magát egyébként kereszténynek vallotta, és talán pont a Pew Research-nek a kutatása alapján most ez csak ilyen 68-70 százalék. El fognak fogyni a keresztények az Egyesült Államokból? Hát a trendek azok mindenképpen mutatnak ilyet, és az ezért is érzik úgy a keresztények, az evangéliumi keresztények, hogy egy véscsengő szól, és hogy ezért tenni kell, de ezért ne felejtsük el, pont beszéltem ugye a három nagy ébredésről. Tehát itt az evangéliumi keresztények kifejezetten hisznek abba, hogy amikor ugye lagymataggá válik a kereszténység, vagy elkezd fogyni a társadalomban, akkor hogyha ők tesznek ezért, és ugye hirdetik az evangéliumot, aktívan megélik a keresztény életet, akkor mondjuk így, hogy Isten mozgásba hozható, hát most ez itt teológiailag egy érdekes megfogalmazás, mindegy, de ők azért használják ezt a kifejezést, vagy egyes csoportok használják ezt a kifejezést is. Tehát, hogy, hogy, Amerika ebben a tekintetben mondjuk ezen a helyes vágányon tartható. És azért nem felejtsük, hogy volt három nagy ébredés, de sok kisebb ébredési hullám, és amikor ezek elindulnak, akkor mindig ebbe erőteljesen kapaszkodnak. Tehát a COVID járvány alatt is volt egy ébredési hullám, és most legutóbb ugye az egyetemeken volt egy, vagy indult egy nagy ébredési hullám, úgyhogy ők ebben bíznak, és valóban, hogyha megnézzük egyébként úgy egyetemesen a 2000 éves történelmét a kereszténységnek, akkor nagyon sokszor temették már, és mindig újra föl tudott támadni. Talán éppen azért, mert hogy Jézus Krisztus is föltámadt, tehát mondjuk ez egy ilyen érdekes metafora a halálából. De hogyha tényleg azt nézzük, tehát amire már itt utaltam valamelyik kérdés kapcsán, akkor tényleg azt látjuk, hogy a nyugati világban fogyóban van a kereszténység, de úgy összességében globálisan a kereszténység az nincs tehát állapotában, hanem nagyon is és dinamikus állapotában van. És ugye ezt is szokták emlegetni, hogy a 19. 20. század tipikus keresztény misszionáriusa az jól öltözött fehérbőrű angol nyelven beszélő misszionárius volt, a 21. század keresztény misszionáriusa már is, most is, és a következő 5 10-20 évben meg még inkább a sárga és barna bőrű lesz, és mondjuk, ahogy Európáról megprognosztizálta, vagy profétálta 94-5 körül, már nem emlékszem most fejből, hirtelen második János Pál pápa, hogy Európa missziós terep lesz, és ez számos tekintetben ugyan be is bizonyosodott. Úgy Amerikából sem tudjuk esetleg, hogy az Amerikából elvitt evangéliumi láng, most megint ilyen kötően fogalmazok, az mondjuk mikor ér vissza majd. Tehát én azt mondom, hogy igen, a rövid és középtávú trendek azok mindenképpen a keresztények fogyásáról beszélnek, de csak bizonyos társadalmi csoportokban egyébként. A bizonyosokban még nagyon jól tartja magát. Tehát a fehér protestánsok körében még azt hiszem növekedett is az aránya legutóbbi felmérésekben. És ott ugye 80 van a igen. felett van Trump. Igen, 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 igen. De bizonyos társadalmi csoportokban is csökken, bár egyébként ez is ugye rengeteg latinó bevándorló van. Ne felejtsük el, hogy az múlt 20-30 évben óriási karizmatikus ébredés van a latin-amerikai országokban, ami egyébként ott a helyi viszonyokat is befolyásolja, tehát nem csak a, a, onnan érkező bevándorlók. Például szóval Bolsonaro. Igen, esetén. így van például, ugye egyik legelhíresültebb, ugye a brazil kormány, de számos közép-amerikai Államban is ugye ez változásokat hozott, és mondjuk markánsan Izrael párti politikát kezdtek el képviselni a világpolitikában, tehát ez látszik. De most ugye visszatérve Amerika és a kereszténység kérdésére, tehát uh, igazából érkeznek olyan országokból, ahol ez mondjuk ez az ébredési hullám éppen most hat, vagy a közelmúltban hatott. Tehát ilyen értelemben egy aktív, dinamikus keresztény hitéletet megélő népcsoportról beszéltünk. Úgyhogy én csak azt akartam ezzel az egészen elmondani, hogy azt szerintem egyikünk se tudja megmondani, hogy mi lesz. De hogyha ezeket a tényezőket bedobáljuk a kalapba, akkor azért nem feltétlenül temetendő. Tehát nem egyenes út vezet a dekrisztianizációhoz az Egyesült Államokban. De meglátjuk, hogy mi lesz. Igazából én csak megerősíteni tudom, vagy én nekem is így látom, ugye a, most a római katolikus, a római katolikus szempontból is ugye vannak olyan, majd a kereszténységen belül azért olyan trendek, amelyek inkább a vő veszély nem is az, hogy eltűnnek, mert ugye a reprodukciós ráta -e egyébként, tehát az, hogy a házasság kötésnek az egyik alapvető célja a gyermekáldás, azért az sokat segít a, abban, hogy most nyilván ironizálok, de hogy alapvetően azért sokat segít más társadalmi rétegekhez, vagy vagy, vagy alternatív életmódokhoz képest arra, hogy átad úgymond az értékrendeket a következő nemzedéknek. A, a, probléma inkább az nem is az, hogy most van vagy nincs, hanem ugye milyen állapotban van. Uh, és azért a katolikusokkal kezdtem, mert a és nagyon zárom, hogy a katolikusoknak egyébként most vissza lehetne menni tényleg, és nagyon remítettet, hogy alapvetően azért az elmúlt 2000 évben ennél durvább dolgokat is látott a keresztet. Ugye, ezt, ezt, nem szoktuk mondani, de ugye a kereszténység akkor is tudta növelni a, a létszámát, még, a, még az ősegyház idején, amikor, hát, stand, igen, üldözés, a standard eljárás volt, hogy az orosztánok elé vetették az illetőt, pont a hite miatt. Tehát ilyen szempontból azért, azért láttunk durvább helyzeteket is. Neked voltak hát, azért Spanyolországban és Magyarországon is muszlim hódítások, és mégis itt vagyunk. Uh, igen, meg hát ugye nyilván a kereszténységben is ilyen benne van az, hogy ugye üldözni fognak benneteket az én nevemért. Tehát, hogy ilyen értelemben, hogy mondjam, a kereszténység az nem... Uh, senki nem volt, hogy könnyű a keresztény életmódot élni. Tehát az, az nem része a csomagnak. Mindez szóval csak azt akarom mondani, hogy igazából ami mi fenyegeti, és a katolikus egyházra is ez igaz. Ugye ott intézményileg ott egyszerűbb lenne a helyzet, mondaná, mert ugye van egy központi intézmény, van egy római katolikus egyház katekizmusa, és nem az van, hogy vannak különböző felekezetek, és mindenki mást mond, hanem van egy könyv, és akkor look it up. Tehát hogy nézd meg, hogy mit mond a 3252-ben az igazságos háborúról, vagy akármiről. Tehát ilyen értelemben ott egyszerűbb a történet, de ott is voltak azért olyan tendenciák, ugye már 20 évvel ezelőtt, és 2000-es évek elején volt ez, ugye ment nagyot, ami nem tudom, most, most megvan-e még, hogy megmondom őszintén, hogy ugyan, ugyan befolyás, a New Age mozgalom. A fő probléma talán az, hogy, és ezt halkan megjegyzem, ez általában az egész nyugati civilizációra szerintem igaz, hogy az újabb nemzedékeket nehéz rávenni arra, hogy megismerjék a kulturális civilizációs alapértékeket, és ne keressék a megoldást mondjuk más, adott esetben távol-keleti, vagy más alternatív irányzatokban. Egyrészt azért, mert ugye hát azok, azok ugye teljesen más kultúrkörben fogalmazódnak meg. Ugye nem hiába mondtam a New Age, tehát volt egy időszak, amikor a jóga nagyot ment Magyarországon is. Most is nyilván, de hogy nagyot ment, de egyébként nem szól a fáma arról, hogy ez nem csak egyszerű testmozgás, hanem azért ennek van egyébként egy, egy szellemisége is, tehát ez kapcsolt áru ilyen szempontból, csak az átlagfogyasztó ezen nem foglalkozik, és épp ez a poén, hogy a különböző alternatív irányzatokra úgy iratkoznak fel sokan, amikor a lépek, a nyugati civilizációt, elkezdik ásni, beleértve a zsidó keresztény hagyományt is, hogy egy alternatíva, amit mondanak, vagy amit támogatnak támogattak, a legismertebb példa. Nem akarok rászállni egyik irányzatot, csak azért mondom, hogy a legismertebb példa talán ez, hogy egyébként azt se ismerik, tehát, hogy mi, milyen, milyen így van, tehát, hogy szinkretizmus, vallási szinkretizmus van, hogy alakárt kereszténység. Például hogy, ugye az, hogy hát a karma az most nem jó, sőt, ezt fiatalok is használják. Igen, tehát, hogy kimegyek úgymond a vallás piacra, mert igény meg van egyébként a hitéletre. Kimegyek a vallás piacra, és akkor ott a különböző irányzatokból összeválogatom azt, hogy hát ez hogy Jézus megbocsát, ez jó hangzik, de vasárnap el kell menni templomba, úf, akkor is a rossz idő van, hú, hát ez akkor inkább nem, hanem akkor a maga módján. Általában ez szokott inkább lenni, nem csak Amerikában egyébként. Tehát ez igazából a probléma, és ezért van az, hogy erre a kérdésre, hogy most akkor az Egyesült Államokban, vagy a nyugati világban milyen állapotban van a kereszténység, ugye erre lehet válaszként azt mondani, hogy ugye attól függ, hogy miként mérem. Tehát a politikai aktivitásban mérem az egy dolog, hogy a politikai kereszténység van vagy nincs, ez majdnem a legkevésbé egyikét meghatározó bizonyos szempontból. Az, hogy mondjuk a, a felekezetek, az egyházi felekezetek azok fent tudják-e tartani a saját dogmatikai előírásukat olyan formában, ahogyan azt megfogalmazták, és nem kívülről higulnak ezek fel, azért másik dolog. És ugye, megint a másik dolog az, hogy egyébként ezt hitelesen élik meg, vagy sem. ugye ez megint egy külön beszélgetés témája lehetne, hogy milyen belső kihívások vannak egyébként a keresztény felekezetekben, Amerikában is, meg, meg máshol a nyugati világban, de ugye hát ez végső meg ugye sok, sok vagy társadalmi kérdés, és az egész kultúrharc igazából erről szól, hogy amikor ilyen nagy volumenben érkeznek alternatívák, és kifejezetten egyébként rossz indulatú alternatívák, tehát nem az, hogy akkor színesebb lesz a világ, hanem konkrétan lebontani bizonyos zsidó-keresztény értékeket, megszüntetni, hogy ebben mondjuk a Amerikában a szövetségi kormányzatnak, vagy a Európában úgymond a szekuráris kormánynak, főleg ha kap rá politikai felhatalmazást a választópolgároktól, van-e úgymond szerepe? vagy kötelessége beleszállni, és akkor itt jutunk el a politikai kereszténységhez adott esetben. De azért mondom, volt hogy honnan nézzük meg. Ö, ugye végs, ö, csak egy rövid gondolat, ugye a kommunizmus alatt volt, ég, és nem, katolikus körökben ugye van egy ilyen történet, hogy ugye a, e, a papokat ugye akkor van egy ilyen vidéki, biztos vagyok benne, hogy megtörtént, nem akarom, hogy csak így leanekdotázni, de tört, megtörtént eset, hogy hát az egyik kis néni, faluhelyen ugye vitte oda a maga megtakarított, vagy félretett, úgymond megtakarítását, vagy, vagy élelmet, vagy akármit, hogy akkor jót, a jótékonyságból odaadja a meghulcolt papnak, és akkor megszólt ugye a párt komisszár, vagy hát a, ugye, a karhatalom, hogy hát mit foglalkozni vele, majd az egyház eltartja. És akkor erre a klasszikus egyház, hogy na, jó, de ebben van a film, de mi vagyunk az egyház. Tehát alapvetően itt nem, nem egy ilyen absztrakt intézményről beszélünk, hanem közösségről. Óriási szerepe van szerintem annak, hogy mindenhol, tehát minden felekezetben, hogy a nem azt, hogy a papíron a számokat hozzák el, hogy most a népszámlálásnál mit írok be a papírra, vagy mit mondok a kérdező biztosnak, hanem hogy mondjuk ezek a ifjúsági közösségek, ezek, ezek működnek-e, és ténylegesen tudnak-e úgymond élő közösségeket építeni. Most tudom, hogy ez egy ilyen általános válasznak tűnik, de végső soron alapvetően ugye, Amerikában is a civil társadalom alapvetően így szerveződik. Tehát Amerikában a, voltam katolikus templomban, ahol például a a Szent Anna templom Washington DC-ben, kapott konkrétan még 16-18-ban a Pietá, tehát a Michelangelo Pietájának egy másolatát, márványból megkapták, és akkor tulajdonképpen utána derült ki, hogy valami 50 ezer do... igen, 50 ezer dollárnyi összeget kellett volna kifizetnie a plébániának ahhoz, hogy ezt meg is tarthassák, tehát nem csak időszakosan kiállításra tegyék, hanem megtartsák. És hát, hú, fogunk kifizetni? és akkor ezt hát elmondta, hogy hát most szervezzek gyűjtést, de hogy a francba szedek össze ennyi idő alatt, két hetük, vagy ennyi idő alatt 50 ezer dollárt. Úgyhogy másra is kellene a pénz. És akkor ilyen jön a civil társadalom, hogy gyakorlatilag egy házas pár két részletben anonim módon zsebből. Tehát akkor megadták. Óriási pénz. Tehát alapvetően, most nem a, nem a pénzre akarom kivezetni, hanem arra, hogy az, hogy vannak-e olyan ö, organikus tényleg le kell menni ilyen grassroots, tehát organikus ilyen közösségek, amelyek ezt hitelesen tudják ö, működtetni. Ez, ö, ezt tudja segíteni a politika, de alapvetően kényszeríteni nem tudja. Egy, egy, vicc jutott eszembe most erről, ahogy mondtad. Klasszik amerikai vicc, illetve texasi vicc egészen pontosan. Tehát ugye a kereszténység helyzete Amerikában szerintem megvan ez a vicc is. Egyébként furi, mert mondjuk ugye a legdemokratább, legbalodali állam Kalifornia, de mégis számos megacsörcsöt és befolyásosat találunk ott hogy ott a Bible Belt, ami hagyományosan ugye, keresztény többségű, vagy keresztény gondolkodású államokat jelent. Egyébként a most a felméréseket, amiket olvastam, alabama tartja magát legerősebben, még mindig a kereszténység Texasban is kopóban van, de hagyományosan Texas nevezik a God's Country-nak, és innen szól a vicc, hogy az egyszerű ember elvégzi ugye a seminary, tehát a teológiai főiskolát, kijön és fel akarja mérni, hogy milyen a kereszténység helyzete Amerikában, és tesz egy körutat. És akkor sok gyülekezetbe, meg templomba elmegy, néhányban lát egy aranytelefont, ami ki van téve középre, és mindig megkérdezi a lelkész, hogy mi ez az aranytelefon, és ki van írva, vagy egy hívás, ezer dollár, vagy egy millió dollár, és mondja, hogy kit lehet ezzel fölhívni, és akkor mondják, hogy hát a főnököt, hát Istennel lehet beszélni. És akkor a végén eljut Texasba, ugyanúgy ki van téve egy aranyszínű telefon, oda van írva, hogy egy hívás 50 cent. És akkor mondja, hogy kit lehet ezzel a telefonnal fölhívni, mondják Isten, tehát és csak 50 cent, igen uram, mert ez csak helyi hívás. Tehát, hogy ennyire jó kapcsolatban vannak Istennel. Úgyhogy, na hát ennyit a, a közösségek Istenhez való kapcsolatának, a keresztény ön Sok-sok mindent lehetne, nem ilyen anekdotákat mondani, de szemben van. van esetleg kérdés a közönségben? Ott van.

Uh, uh, well, I mean, I got a stingless quote. What did ask for you in that And I, mean, I you was know, so I think you get both people. They it, but man was shots. They Hát igazából azt gondolom, hogy a, a, tehát nincs véleménydiktatúra, nincs Tehát még a Republikánus pártban sem feltétlenül. Tehát ugye ezek az üzenetek leginkább a, a, a valóban gyakorló keresztényeknek szólnak, meg azoknak, akik, ahogy említettem, amikor az evangéliumi fogalom összecsúszását mondtam, hogy akik a hagyományosan képviselt, mondjuk konzervatív értékekkel egyet tudnak érteni. De bőven vannak olyan a, a, üzenetek, amik a másvallásúak, tehát nem a keresztény vallás gondolkodókat szólítják meg, vagy a, a progresszíveket, agnosztikusokat, ateistákat. Tehát, a, ahogyan Gábor említette, a vallási piacot használtad, így tulajdonképpen ez a világnézeti piaci sokszínű Amerikában, és ebben is hagyomány, nagy hagyománya van az Egyesült Államoknak, hogy a sokszínűség megfér egymás mellett. Tehát nyilván itt is kieleződött a kultúrkampf az elmúlt években, de azért hagyományosan azért az egy, egymás mellett élésnek azért ö, sokkal nagyobb múltja van az Egyesült Államok. Mert az abortusz kapcsán a demokraták sokkal jobban meg tudják szólítani ezeket a szavazókat, mert azt mondják, hogy ez a nőnek a szabadság joga is, hogy ne korlátozzuk őket, és nyilván ez az ateisták irányába sokkal. Ez a Kezdős, igen, ugye? sok jobban csapód, mint még egy keresztény közösségben. Igen, az el nem kötelezett, vagy mondjuk egyik felekezethez sem tartozó ugye, szavazók esetében, ugye valóban egyrészt a ö, hagyományos családmodell és társadalmi modell, modellnek a a, 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 koncepciója, hogyha a keretvert, akkor alapvetően ők is ugye átszavaznak. Ugye nem beszéltünk róla, de a 60-as, 70-es években, amikor volt, -e, amikor a politikai kereszténység úgymond előtérbe lépett, ugye kifejezetten az evangéliumi keresztényeknek a, az, az ösztönzésére, vagy az ő, az ő kezdeményezésükre, akkor alapvetően ugye ez egy ökumenikus két indult, de nem az volt a célja, hogy az most keresztény, és akkor mindenki más meg csinálja meg a saját, saját kezdeményezését, hanem konkrétan ez egy válasz volt az akkori, főleg szexuális és egyéb ilyen társadalmi milyen forradalmakra, tágabb értelemben, és erre nagyon sokan feliratkoztak úgy, már mint erre az evangéliumi keresztén, meg általában ugye, ha úgy tetszik, ellen mozgalomra, akik egyébként vagy nem voltak emlő keresztények, lásd, római katolikusok, vagy igazából egyik felekezetes sem voltak köthetők, de úgy gondolják, hogy az a, az a kulturális forradalom, ami a 60-as évek végén nagyon látványosan kibontakozott az Egyesült Államokban, meg a 70-es évek elején, az igazából valamit eltört. A civil kultúrát, hogy tetszik, eltörte, vagy tönkretette, és ez a, ez a, fajta logika ez a mai napig megvan az Egyesült Államokban. Én még annyival egészíteném ki, tehát a kultúrharc lényegében. Tehát olyanok is fogékonyak a kultúrharcra, akik egyébként nem stakeholderek a szó olyan értelmében, hogy egyik felekezethez sem tartoznak. A másik dolog meg az, hogy ugye végső soron a civil társadalom. Tehát a végső soron a kérdés az, hogyha én méltányosságot szeretnék gyakorolni, vagy szeretnék valamiféle szolidaritást gyakorolni, vagy befogadást a különböző bármilyen kisebbségekkel szemben, akkor tulajdonképpen erre mik a jó eszközök. A ö, helyi, civil, egyházi vagy éppen nem egyházi közösségek, amiket átlátok és ismerek, és persze ott is vannak botrányok, de alapvetően helyi szinten szerveződnek, és transzparensek, és organikusak, és jól ismerik a helyi viszonyokat, vagy a szövetségi kormányzat majd feldőről akkor megmondja. Az egész amerikai kultúrában ez benne van, főleg konzervatív körökben, a mondom, világ alási hovatartozástól függetlenül, hogy az utóbbi, tehát a szövetségi kormányzatnak a belépése az az elefánt a még a legnagy, legnagyobb jó szándék mellett is. Mert nem ismeri a helyi viszonyokat, mert általános sztenderdeket ír elő, lehet, hogy figyelembe venném mondjuk a különleges eseteket, lásd, megint csak az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények esetében esetleg bármiféle engedmény, egyházi fenntartású intézmény hangsúlyozom. Tehát nem hiába a paripán, ez nekem, tehát végső soron itt arról szól a kérdés, hogy ha én bevizetem az egyházi adót, vagy pénzzel támogatom az egyházamat, most több minden melyik legyen ez, akkor az én pénzemet használhatják-e arra olyan dologra, amire én egyébként nem szeretném. Tudni, hogy azzal, az okkal, azzal, a célzattal adtam oda ennek a felekezetnek, vagy ennek a, ezen a felekezet által fenntartott intézménynek, hogy az közös értékrendük alapján költik, amire költik, én nem szólok bele a részletekbe. Szövetségi kormányzat, amikor ebbe beleszól, bármilyen szempontból, ott tulajdonképpen Átirányítja a forrásoknak a felhasználását, vagy a szabályokat, mondom úgy, hogy nem is ismeri a helyi viszonyokat. Tehát így is tudnak, csak ezt akarom mondani, így is tudnak, egyik felekezethez sem köthető, sőt, olyan kultúrharc szempontjából sem. Hasonló értékeket valló szavazók, ha úgy tetszik, agnosztikusok akár, vagy közömbös szavazók is szava, ö, voksolni az ilyen irányzatokra, hogy úgy gondolják, hogy a civil társadalom, meg az ilyen kultúrharcot azt folytassuk úgymond helyi szinten, kimecseljük vagy kimecseljük, a szövetségi kormányzat ne szóljon bele. Nem tudom hangsúlyozni az abortusz például azért mondtam azt, hogy ott, ott, ott lezárult az az ügy bizonyos szempontból a 2022-es lefeső bírósági döntéssel, hogy ezt majd minden állam maga eldönti. Aztán ha, hogy akarják ott, liberalizálják tovább, mint például New York vagy Kalifornia, de egyébként akár piros államot vagy republikánus államot is mondhatnék Kentucky személyében vagy révén, ahol meg akarják, mi mondjuk Mississippi vagy Texas, ott szigorítják. És akkor majd a helyi értékek, vagy a helyi társadalmaknak a megfontolása alapján majd szépen majd kialakul, de földről nem mondják meg. Tehát az egész föderalizmus Amerikában erről szól, és ehhez hívőnek sem kell lenni, meg semmilyen egyéb világnézettel nem kell rendelkezni a keresztény, a keresztény civilizációval kapcsolatban. Valakinek még kérdés? Igen. Yes. Fegyvertartás kérdése az általában megosztja az amerikai társadalmat. Én nem hiszem, hogy a keresztény közösségeket jobban megosztaná, mint mondjuk a, töb, a, a többi társadalmi csoportot. Tehát én nem tudok olyan külön keresztény körökben zajló vitát, ami ezt rendezni, vagy ezt hivatott adresszálni, vagy hogy kifejezetten középpontba emelni. Uh, Igazából ott is ö, ö, hasonló, tehát általános elvárás mindenhol az, hogy legyen konkrétan ugye, background check, tehát olyanok ne jussanak fegyverhez, akik, akik nem jogosultak. És ugye általában ugye, jönnek ezek a hírek, a különböző tömeglövezések, hogy mégiscsak megtörténik ez, de hasonló válasz erre az ellenválasz, úgymond a, a demokrata úgymond, szigorításokkal szemben, hogy amit az imént mondtam, hogy a szövetségi kormányzat ne akarjon egy átfogó szabályozást alkalmazni egyrészt. Másrészt pedig igazából azért nehéz külön vitáról beszélni a fegyvertartás ügyében, mert olyan csoportok is, akikről azt feltételeznénk, és a most hátra itt a keresztényektől, olyan csoportok is, akikről azt feltételeznénk, hogy monolitként viselkednek, nem viselkednek monolitként. Tehát konkrétan mondjuk a kertvá nem kertvárosi, általában a női szavazók esetében azt feltételezni az ember, különböző közleménykutatások alapján, hogy ők általában szigorítanák a fegyvertartásnak a jogát, vagy konkrétan a fegyverhez jutásnak a, a, jogát úgy országos szinten, meg az egyes államokban, de egyébként meg azt mutatják szintén más felmérések, amikor belemegyünk a részletekbe, hogy ez megint attól függ, hogy mely ország részben kérdezzük meg a nőket, és milyen társadalmi helyzetben lévő nőket kérdezünk meg. Egyedülálló egyedül, egyedül nőmányt, aki egyedül neveli a gyerekeit, Uh, adott esetben is olyan uh, városrészenél, vagy olyan településenél, ahol rendszeres mondjuk a közbiztonságnak a, uh, hát a gyenge állapota fogalmazunk úgy, akkor adott esetben ő mondhatja azt, hogy nem akarom, hogy szigorítsák a fegyvertartást, tehát jussak fegyverhez, hanem te, próbálnak szofisztikált, tehát kifinomult uh, szabályozást bevezetni, hogy én jussak fegyverhez, tehát nekem az önvédelemhez való jogom a sértetlenül megmaradjon, és akkor próbálják meg kiszűrni azokat az agresszorokat, vagy a potenciális agresszorokat, legyen ez férfi vagy nő, aki az esetben rám veszélyt jelent. Tehát ez csak ö, mondom, kereszténységből kilépve, tehát alapvetően ez ö, egy olyan társadalmi csoportra is igaz, akiket mondom általában monolitként kezelnénk. Én nem tudok külön vitáról a keresztény körökben ö, arról, hogy kifejezetten ezt a kérdésben mi lenne úgymond a keresztény, ö, keresztény álláspont. A Pew Research Center megkérdezte a keresztény szavazókat, hogy mit gondolnak a fegyvertartásról. A protestánsok 58%-a szerint fontos kérdés. A fekete fontos kérdés. Mit azon belül, tehát, hogy... Ezt nem írja csak az, hogy fontos kérdésnek tartja a fegyvertartás kérdését. A fekete protestánsok 68%-a, a katolikusok 56%, az agnosztikusok és az ateisták 51-51, tehát igazából sok különbség nincsen. Még esetleg kérdés? Igen?

vagyis hogy a valási ideológiait hát vagy az éke. Szerintem a kultúrharc részéről de tudsz hozzá dolgokat, de hogy van nálam mikrofon nagyon röviden, nem olyan a kultúrharchoz tartozik, hanem az, hogy Kennedy ugye olyan uh, tabu témákat érint a kampány, érintett a kampányban, amivel senki más nem foglalkozott. Uh, ilyen például közegészségügynek a, az a része, hogy mondjuk a uh, Elhízottság, hogy túlsúlyos a gyerekeknek ugye a száma. Ugye ah. ő volt az, aki azt mondta, hogy igazából a 60-as évek óta ezt érdemben nem nézték meg, illetve hát ha meg is nézték, akkor elég egy számok jönnek ki vagy például lehetne beszélni mondjuk az egészségiparról az Egyesült Államokban, lehetne beszélni itt konkrétan mondjuk a vakcinákról, és nem csak a korona, COVID vakcinákról egyébként. Ugye ez egy sor olyan kérdést nyitott meg, ami hát ilyen fringe irányba is el tudta vinni, úgymond a kunzust és éppen ezért a demokrata párt lehet látni, hogy egy idő után kiállt a Kennedy mögül, és nem, nem, lehetett, nem jelenhetett meg egyébként demokrata közeli sajtóorgánumokban. Nem hiába lehetett látni a Kennedy többször mondjuk a fog vagy Newsmax, vagy hasonló ilyen portálokon, még mielőtt bejelentette volna, hogy Trumpot támogatja. Ugye ezek a tabu témák, most csak néhány embert ki, de katonai-ipari komplexumról is beszélhet, Kennedy-ként érthető módon. Tehát, hogy ezek a tabu témák, ezek jobban rezonálnak a trumpi szavazó táborban. Tehát a rövid válasz, visszaműlt a kultúrharcon kívül az az, hogy talált olyan nis, tehát ilyen szűk szegmenseket a közéletben, vagy problémaköröket, amelyekkel tényleg nem foglalkozik senki más. Tehát az, hogy mondjuk miért, az Egyesült Államokban miért úgy alakulnak az ingatlanárok, ahogy alakulnak, még Biden meg Harris valamilyen szinten foglalkozott vele, még a kampányt megelőző megelőzően voltak részeként, de hogy foglalkozott vele, de ez kimerült abban, hogy hát a, a gazdagok megint kizsákmányolják a szegényeket pont. Vagy hasonló mondjuk a az élelmiszeripari termékeknek a csomagolása esetében Kennedy az egyetlen, aki beszél mondjuk arról, hogy a húsipari termékek jelentős részét három-négy cég csomagolja, és gyakorlatilag minden gond nélkül, ha akarnak, tudnak kartellezni. Kennedy beszél, mondom ott, az, az egészségiparról is, amikor ugye azt mondja, hogy a legjobb befektetés az Egyesült Államokban, ugye mi, hát, mi gondolnak, mi? A létező legjobb befektetés, tuti biznisz, háború, e beteg gyermek. Beteg, Nyilván nem akkor hogy vagy a szülő. Tehát akkor értelemszerűen nem, de hát mindenki mindent megtenne a saját gyerekéért, és ezekről úgy mondom, az, hogy fenntarthatatlan az egészségrendszer, rendszer, ez általában a demokrata körökben előjön, de nem feltétlenül azon Uh, hogy mondjam, tabu kérdések mentén, amiket ő konkrétan uh, hangoztat. Hasonló elmondható egyébként az afroamerikaiak körében tapasztalt ugye, bűncselekmények esetében, hogy miért van az, hogy a végetelés végetelési intézmények jelentős részében ugye elég nagy túlzott reprezentáltsággal rendelkeznek ugye az afroamerikaiak. Erről is igazából a Kennedy meg a Trump az, aki Tehát ezért van az, hogy ilyen értelemben ő felé tendált, mert ezeket a tabu témákat ő hozta be. És akkor ezen túl van ugye a kultúrharc ennyit tudok. Sosz. Sosz. Az az, most, most, akkor utolsó egyszavas válaszadása a most lehetőség. Ki fog holnap nyerni, amikor ez adásba kerül, akkor ki fog ma nyerni? Trump vagy Harris? Nem szabad többet egy szó. Hát ha tippelni kell most jelen pillanatban, és most jön a kettős pont után az egy egyszavas válaszom, akkor Trump. Szerintem nem lesz eredmény, de a... <laughs> de, 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 a, de, a de, én hajlok arról, hogy Trump, de, de, tehát egy szó az Trump, én annyival egészíteném csak ki tényleg röviden, hogy viszont a, a lendület az az megtört. Tehát én megnéztem mú, két héttel ezelőtt az elektori kollégiumban még 312 helyet jósoltak neki, múlt héten 302, most a rendezvényet megnéztem 287. Tehát folyamatosan megy le. A diplomatikus válasz azt lesz szerint, hogy aki penszívániát nyeri. És ezzel nem mondok újat, tudom, mert, mert múltkor is egyébként... Jó, nem múlka, nem csak Penszivánián múl, de most úgy néz ki, hogy a aki elviszi, az valószínűleg vinni fogja az elnökséget. Hát, beszélgetés tanulság, hogy egy szavas választ sose kérünk szakértőktől. Akit érdekel egyébként a könyv, ami az egész Evangéliumi kereszténységnek a történetét feldolgozza az Egyesült Államokban, az itt tőlünk bara meg tudja venni. Én ajánlom, én olvastam, és szerintem egy zseniális, mi ugye mindkét itt ülő vendég, én nem, de hogy ők ö, írták ezt a könyvet, hogy ők is szerepeltek az írógárdába. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy eljöttetek, és köszönjük a figyelmet.